Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szeretnék üzenni valakinek, hoztam ma mézet, kesztenyés mézet. Azt is edd meg, te gyökér, mint a pápusztai. Gyerekek. De ezzel most egyébként a Janival vagyok. Én nem szoktam ilyeneken háborogni, de marhára igaza van. Múlt héten pénteken hoztam neki egy pápusztait, ledobozolva, szépen lefóliázva. Azt mondta, hogy nem viszi el, mert megy még emberek közé, és a pápusztainak hát van egy csodrás, van, amit van könyörületben. Van egy alapszagom, és ha még erre ugye a pápusztai... Magas már megszokták az alapszagot. Ennek ugye lehet, hogy javítana egyébként. Egyébként nem lehet tudni. Gondolkodtam is rajta, hogy bedörgölöm a hónomat. Na szóval behagyta Jani, hogy nem viszi el, majd ma hazaviszi. Bejövünk ma reggel, és nincs meg a pápusztai. Illetve? Hát a fele van meg. Pontosabban megvan, csak ugye valaki kicsit... Fölbontotta valaki. Belecsámcsogott. Nem is olyan rossz, és belezavált. De hogy ez nekem most egyébként azért baromi kellemetlen, mert bármit mondok, úgy néztek rám, hogy kicsit érzem, hogy néztek rám. Tehát, hogy mind a ketten, amikor ez a dolog felmerült, és ott ültünk kint, hogy rám néztetek egy pillanatra, én nagyon elkezdtem védekezni, de éreztem, hogy nem nyugtattalak ezzel meg benneteket. Tehát az én a mindenbe belezaválós ember, aki most tényleg ártatlan. De gyerekek, esküszöm, most ne nézzetek így rám. Aha. Tényleg ne nézzetek rám, nem vettem bele abban a rohadmány a sajtba. Én elmondom, mit csináltam. Az utolsó bűnöm az volt, hogy pénteken elmentem, és én vagyok egyébként az utolsó nyom, a szemtanú, benéztem még a hűtőbe, mert kíváncsi voltam, hogy ez a sok olyan, itt van, az hova tűnt, és láttam, hogy Feri akkurátusan bepakolta, akkor még megvolt a sajtod, meg. Bontatlanul. Tehát akkor még senki nem nyúlt hozzá. De pénteken én így hagytam itt. Tehát te mentél el utoljára. De én nem nyúltam. Ajtó bezárul, és mi nyitjuk ki hétfő reggel? Na szerinted? Na, az ajtó bezárul, az annyi volt, hogy szevasztok, elmentem, te hol zárom én az ajtót? Meg ti hol zárjátok az ajtót, ha utoljára mentek, hagyjatok már. Tehát dehogy... mikor kérte utoljára kulcsot, ajtót zárni? Azért ne szédítsél, mert egyikről se zárja az ajtót. Nem szereti a pápuszt, és azt sem gondoltam tovább, hogy mondjuk a Viki szombaton mondta, hogy két napja nem akar egy gyerek, hogy megpusztulja, és nem érti, hogy miért. Lehet, hogy ott... De nem, azért... most higgyétek, tényleg ártatlan vagyok. Ráadásul mi történt? Valaki bejött, fölbontotta akkurátusan a csomagolást, és késsel egészen szabályosan levágott egy teljes részt. Na most, ha ezt én csinálom, az nem így néz. Ez is nem, igaz. Nem, tehát, hogy... akkor törni a belőle, vagy igen, le lenne szakítva belőle arra, egy 10 dekás darab. Fognyomok. És miután igen, nem tehát, is lehet visszatenni a dobozba. De túl szabályos, szépen késsel, ráadásul visszacsomagolva, visszarakva a hűtőbe, tehát minden jel arról árulkodik, ez nem én voltam. Srácok, óriás taplóság, azért valljuk be őszintén. Tehát, hogy ott van bent, origini, csomagolás, senki nem nyúl hozzá. Nyilván oda mész, felbontod, persze, hogy hú, de jó kis pápuszta, és eszek belőle, azért ez nem így megy, az a hűtő, a mi hűtőnk, a mi kajáinkkal. Erre oda jár mindenki, hogy hívják, hogy zabálni, mint a nem tudom, a Robert bácsi konyhája. Az a durva, hogy durvább, mint amikor én megeszem a túrorudidat. De azért durvább, mert valahogy ott eltünteted az egészet, és jól fene vigye eltűnt egy túrorudi, de itt egy lebontatlan sajtot kinyitni, levágni belőle, visszacsomagolni, ez most nem magamat mentem, aha, hogy igen, kicsit, picit igen. De hogy picit igen, de ez pofátlanabb. Tehát ez tényleg durvább. Ezt meg én sem merném megcsinálni, pedig rutinos belevő vagyok, azért szemem serebben, ha valamire rá kell menni a hűtőben, de hogy ez... Ráadásul ismerve a pápusztainak a kémiáját, ugye tudod, hogy amit egyszer kibontottál, tehát egy pápusztai csomagot kibontottál, és ott hagytad a hűtőben pénteken. Érted, az hogy azért az hétfőre már a központi fűtésnek is köszönhetően azért az már olyan szagot fog magával el. Azt nem is tudod egyébként, hogy ahogy Feri bejött, reggel mi volt az első szag. Mi ez a rettetes szag van itt? De így már nem is jó, vagy így már nem viszed el, vagy így már nem kéred? Vagy az elvzavar, de, hogy nem, nem, elviszem, mert rettetesen jó, a leerről osztott Feri, iszonyatosan jó pápusztai, de hogy néz már ez ki? Tehát, hogy legközelebb, azért mondom, gesztenyés mézet is hoztam, szabáld meg azt is. Érted, azt is szereted, nem vagy gyökér. Ott van az asztalon mellett, látni fogod, jó, te kihagyom egyébként a bankkártyámat és a PIN-kóddal. Jó, egy kicsit mondom, gyerekek, hogy teljesen fura ötlettől vezérelve én is hozzájárultam a éves termésed, és a múltkor hoztam egy üvegmézet, hogy abban 4 centi van egyébként, és egyszer ittam belőle. Tehát még ha mindannyian ittunk van belőle, minden nap az se jön ki. Tehát valaki arra is rájár. Én egy szót sem szólhatok, hallgattam is, mint a sír. Egy tényleg szót nem szóltam, hogy nem dumáltam a gyerekek. A mézemet. Egy hete hoztam a mézemet, valaki konkrétan megette, nem zavar, mert én nagy rájáró vagyok, de itt gyerekek, itt csúnyán meglopnak el minket azért. De azt tényleg nem értem, hogy de azért itt minden reggel, na jó, nem minden reggel, de három napont itt reggelenként ilyen terülterű asztalkámmal, elsősorban mondjuk Ferinek, másodszorban meg a kedves hallgatóknak köszönhetően, akik hoznak be állandóan mindenféle cuccokat, megjelenik itt 10-kor a siserehad, lezabálnak mindent, aztán szépen távoznak, és na most ez egy más dolog, hogy utána Anna szokott általában el
rámosni, ez is megérne megint egy misi. Nem érdekes. De rakjunk ki csalikaját. A hűtőnket. Most mi kéne? Csináljunk csalikaját. Figyeljetek. Az mérgező? Olyan, hogy rosszul lesz utána? Ne, csak köpjünk bele. De az nem, azt nem fogja tudni. Hozzá már felé egy vaníliasodót. És körbeálljuk. Nem ilyenre gondoltam, Feri, nem? Nem. Féletlenül sem. Hát ti szoktátok mindig ezt mondani. Én csak azt mondtam, hogy hozzál egy valami. Megsózzuk. Azt, hogy te a piszkos fantáziádban mit gondolsz, elhatárolod. Megsózzuk. És mindenkit elhatárolódásra szólítok fel. Megsózzuk. Illetve hát megsózzuk. Én most ebben az esetben meg analászhozom, mert hogy elég sokat fogyasztatok most. Hashajtózzuk. Figyeljetek. Legyen hashajtó. Az kéne. Mérgezzük meg a kajánkat. És most, hogy elmondtuk, ha nem is teszünk bele semmit, mindenki félni fog attól. Hogy mit teszünk akár. Gyerekek minden munkahelyen lopnak a hűtőből. Retegni fognak. Mindenhol lopnak. Csak mondom, hogy Ákos dolgozott a hétvégén. Te voltál bent hétvégén? Már megint én. Jó, voltál bent hétvégén? Kézeim, de miért én? Én nem szeretem a pápusztait. A helyzetben én sem jönnék be, úgyhogy nagyon finom volt. Szóval azért ezt megértem, hogy az első barátom nekem is az volt, ne nézzetek így rám, én nem szeretem. Tehát ilyen helyzetben mindenki ezt mondja, ettől még mi nem hiszük el, hogy te valójában nem szereted. De a szalába vágtam, mert azt akartam, hogy péntek óta nem szereti. Nem szeretem a pápuszt, hogy péntek óta. Dolgoztam, és egyébként, hogyha én lettem volna, akkor szülinapom volt hétvégén. De nem én voltam. Ja, akkor utólag is Isten értese, aztán kezdte is mindent szabályozni. Jó, mit csináljunk a munkai tolvajjal? Gyerekek, munkai tolvaj van köztünk, ez már egész biztos. Eltűnt a napszemegem, lenyúlták. Tehát tényleg remélem, hogy hordja és egyszer elfelejt, és bejön még ide a rádióba, és kiszúrom. Ha láttok valakivel birkózni a folyosón, az ad lesz, hogy kiszúrom a lopott napszemegemet. Te szemét! Tudtam, hogy egyszer felveszette rohadék. Tudtam, hogy elfelejtette. Tényleg rohadjon meg, aki a mosdóból elvitte a kedvenc napszemegemet. De tényleg. De miért hogy, hogy tényleg. A női mosdóból, azt tegyük. Az mindegy. Most ne akadjál fel ilyen részletet. Nem ez a lényeg. Tisztábbnak gondolom a női mosdót, bár a múltkor tudnék mesélni a gyerekek, egy pufajka belső volt a női mosdóban, mármint csak a széle, és mondom, jó van, azért a lányok is emberek, ilyenkor mindig megnyitom. Hát ha csak nem egy fiú volt előtted, mert hiszen több fiú is oda jár már. Úgyhogy mindig azért jövök a női mosdóban, mert azt hiszem, hogy tisztább, ez a múlt héten megdőlt, mondom, a kutya fáradt. Mi tehettél, te szegény kis mátka? Mit csináljunk? Mit kell csinálni a munkai tolvaja? Hogy leplezed le? Most láttam ilyen telefonra köthető kis kamerákat, hiszen sokan használják dohányboltokba, trafikokba, éttermekbe, mit tudom, de bekamerázott 30 ezer forint, berakod, és wifin keresztül, igen, jelet küld a kamera, illetve már olyan kamerák is vannak, ami jelzi, hogy ha mozgást érzékel. Tehát azonnal a telefonra, a wifi-vel összehangolódva, neked jelzi, ha mozgás van a szerkesztőségi szobában. Nem csak rossz. Tárolja és nézi, hanem bejelez, ha mozgás van. Csak ne kívülről legyen, föl, hanem belülről. Legyünk profik. Te voltál? Dehogy én voltam. Ja. Én nagyon szeretem a pápusztait, de világ minden kincsért nem enném meg a Jani pápusztait. Jaj, de nyallereskedtek is. Fúj, mindenki nyalre. Én belezabálok, én bevállalom. Megint ti vagytok, és semmi pénzért nem enném meg. Nem enném meg tényleg. Én simán. Viszont beszéltem valakivel, hogy nagyon-nagyon furcsán összeérnek a szálak. Ülőjút 102-be dolgozik ő is, veszélyes hulladékokkal foglalkozik, Ferenc, és azt mondta, hogy neki úgy ették meg a csirke pörköltjét, hogy berakták a csontot a nokedli alá. Tehát amikor ne. Az igazi paraszt. És innen telefonált, és mondta, hogy lehet Anna, hogy ugyanaz, hogy fogjunk össze. Ja, hogy itt tették meg a kajáját? Ülőjút 102-be dolgozik. És kiették a csirkepörköltből. Így van, a jó kis combokat leszopogatták, és akkurátusan berakta a csontot, a galuska alá. Jó lesz az még leveskének. Nem viccel. Hát meg az íze, az galuskát értem még. Mekkora rohadékság. És ment ebédelni, Feri. Kicsit röhögök rajta, tehát nekem, van egy, nekem kicsit tetszik is, de aljas. Nagyon elvetemült ötletek jönnek. Igen? Igen. Tehát Robikának elborult az agyam meg, de szörnyen lehetett, hogy mit rakjunk a disznóbélbe, amiről azt hiszik, hogy Mályás úrka. Ne hívj fúr! Te szemét megetted a vézre! Vidra vasat a grizzlinek. Ezt írta. Nagyon jó. Ezt írta Szilárd nekünk SMS-ben. Nem az a gond, hogy megeszik, hanem hogy hónapok óta a hűtőbe rohadó kajának nincs gazdája. Múltkor ételhordóstul dobtuk ki a szőrös spenótot. Az milyen, hogy a szőrös volt a spenót. Nekem is fogyott el kajám munkáján úgy, hogy nem én ettem meg. Kiraktam csali kaját egy kis hashajtóval megtúrózva. Sikeres volt, és meglett az ember. Sokszor ment a vécére, de nem szóltam neki, hogy megvad. Jól szórakoztam rajta, tüdőbácsi küldte. Ráírtam a rakott krumplira, hogy beleköptem. Délben mentem ebédelni, és rá volt írva a papírva, hogy én is. Akkor talán nem eszed meg. Atya úristen, vettem a másik ebédet, ezt István küldte nekünk. A krémsajtos dobozomra rá kellett írnom, hogy aranyérkenőcs. És úgy megmaradt, írja egy hallgató. Azért ez milyen? Tőlem is nyúltak már sokat. Csináltam wasabi sütit. Egy nap alatt kiderült, hogy ki volt. Igen.
Egy nap alatt. Na, az nem rossz, az nem rossz. Én belepisültem a narancslébe, amikor megmondtam az értekezleten. Csak megfeledkeztem róla. De jó. Nézd, indiai ajurvédikus módszer egyébként, tehát csinálják. Igen, megmondtam az értekezleten, mit csináltam, az illető kirohant a budira hányni, ott jöttem rá, hogy ki volt. Tehát olyan durva dolgok vannak. Kutya édességet tett ki a haverom a lopakodónak, gondoltam, hogy megmondja később, de a főnöke is belevet. Ezt Árpád küldte nekünk. A raktárban a targoncás Tomika állandóan megitta a hideg ásványvizemet nyáron, amit már azelőtt nap beraktam, hogy hideg legyen, ezért megleptem és teletöltöttem ecettel, mivel mindig gyorsan húzta meg, nehogy meglássák. Azonnal kiderült, amikor köpködve rohant ki az ebédlőből, és még nekiállt feljebb. Nagyon visítottam. Ezt Bobita küldi nekünk. Köszönjük szépen. Nem, itt én egyre inkább azt mondom, hogy te vagy egy gyanús ebben a dologban. A saj dologban? Minden dologban. Nem a saj dologban, a minden dologban. Mindenről én kizabálni a túrórudikat, az benne hagyott maradékot. Azt tudod, hogy volt egy csomag zselés szaloncukor az asztalodon? Azt tudom, meg is vettem, persze. De azt hívottam, mert azt én nem szerettem, azt azért hagytam ott. Figyelj, nagyon tisztelettudó voltam, mert jártam január végéig. Az december elején kaptad, mondom, nézd, már anyjuk két hónapja nem nyúl hozzá, hát akkor na, csak rámegyünk arra a kis zselés szaloncukorra. És most ezzel terelsz, hogy azt mondja, hogy fogjuk meg a tolvajt, ugye? Mindannyian rámentünk erre a sztorira, ki fogja tudni, hogy hol van a kamera, ki fogja tudni, hogy mi betettük a hashajtót, ő. Azt hagyján, gyerekek, én a kamerát is ellopom. De ez csak ültem a kamerának, én meg elviszem haza. Feri, azt kell csinálnunk, hogy bekamerázzuk a hűtőt, meg a holtteret. És ez jönnék be egy kórságban. Tudod, hogy sokbizna jobbra-balra. És basszus, lebuktatnátok. És jönnék be, tudnám, hogy hol a kamera, de nem szólnátok, és beraknátok egy másikat, egy mondjuk egy töltőtollat, tudod, mert van ilyen kamerás, hogy beraknátok ide. És kommandozik befelé, tudod, a falon simulva. Nagyon kommandoznék végig a holtérbe, viszont a másik kamera, amiről nem tudok, simán fölvenni végig. Azt fogjuk csinálni, hogy bekamerázzuk a hűtőt hétvégére, igen, és feltesszük egy streamre. És megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék. Megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék a hűtőnket. És az lesz, hogy váltják egymást. Valaki mindig nézi nekünk fél órára, mert vannak olyan dolgok. Ez jó. Gyerekek, a hűtőszekrényről beszéljünk két mondatot, mert itt nagy dolgok történtek tegnap, és hát sok-sok mindenre jöttünk rá itt a hírek alatt. Mert hogy ugye bekameráztuk a hűtőszekrényünket, mert hogy valaki ugye kamember sajtot lopott, illetve nem is kamember sajtot, hanem pálpusztai sajtot lopott, és egyszer meg akartuk fogni a tettest, tettük mindezt úgy egyébként, hogy élőadásban bemondtuk, hogy be van kamerázva a hűtő, tehát azért ember legyen a talpán, aki ezek után még a hűtő közelébe merészkedik, és igen, streameltük a hűtőt, ugye? Igen, de azt gondoltuk, hogy ez el fogja riasztani az illető. Igen. Mert hogy azért, hogyha tudod, hogy ott van egy kamera, tudod, hogy figyelnek, tudod, hogy nem csak egyszerűen két vagy három ember figyel a kollégáid közül, hanem egy egész ország, akkor csak nem mersz oda menni az a hűtőhöz, hogy megint megdézsmáld. Igen. És streamre tettük a hűtőt, egy olyan streamre, aminek a linkét megosztottuk a Facebookon, tehát bárki figyelheti a mi hűtőszekrényünket. És a mi hallgatóink figyelték is. Tehát nagyon drágák, folyamatosan írták, hogy kit látnak, Janit látták, Jurit látták a hűtőszekrény előtt, bármelyikünk átment, azonnal írták, hogy ott vagytok, meg vagyunk, látlak benneteket. Vélhetően téged láttak. Vélhetően, csak az nem biztos, hogy én voltam. Igen. Szerintem, tudják, de... Az nem tudják, hogy ki volt. És tegnap délután aztán érdekes dolgot kaptunk, egy levelet. Mert hogy én nem ültem a stream előtt, nem tudtam nézni. És a levélben az egyik hallgatónk a következőt küldte. Azt írja, hogy nagy erőkkel figyeltem a streameteket. Ez a levél jött 16 óra 18-kor a Morning Show @klasszfm.hu-ra. Mivel mozgás nem volt, így amint valami a képbe került, oda kaptam a fejem, két símaszkos arcra lettem figyelmes, akik gyorsan elvitték a hűtőszekrényt. Tehát pont az ellenkezőjét értük el, érted? Mert ezek rájöttek, hogy nézzük, tudták, hogy akarják a hűtőt, mit csinál? Símaszkot. Figyelj, nem hiszed, de felvették símaszkot, nagyon jó. Ketten voltak, arcukon símaszkal és sárga napszemüveggel. Gyerekek, egy orbitális bűnszervezetben dolgozunk, ez ugye kiderült tegnap, amit drága kollégáink videót készítettek a lopásról, mintegy az arcunkba röhögve. Szóval símaszkos. Szembe köptek, nem röhögtek, ők köptek. Igen, szembe köptek bennünket, igen. Símaszkban bemerészkedtek a bekamerázott cinikus szobánkban. Cinikus állatok. Sárga klasszefemes napszemüveget húztak fel, felemelték a hűtőszekrényt, elvitték, majd linkelték ezt a videót, ami Facebook oldalunkra, leraktak egy integető macskát, és még többször beleintegettek. Fekete símaszban, szemüvegben, ami kis kameránkban, amit ártatlanul oda tettünk, hogy megtudjuk, hogy ki a Jani sajtolvaja. Ott viszik a hűtőszekrényünket, első képkészítése 16 óra 9.
Fia, olyan pontosság van. Második kép készítése 16 óra 9, 42. másodperc. A leírás, itt már hűlt helye van a hűtőtöknek. És ilyen rohadványos integetős macska van helyette. És beraktak egy integetős macskát. Ezt a nagy klasszik kínai macskát, ugye? Ilyen szerencsózó macska. A rohadékok. Ki volt az? Hát ez az. De így meg hol a hűtő? Na mindjárt mondom, hol a hűtőszekrény. Mi te tudod? Persze, már rájöttünk közben, de várjál, nem is ez a... Én most ebbe mentem a szélszre, elkértem a kulcsukat. Aha. Mert azt hittem, hogy ők voltak. Illetve gyanítom még mindig, hogy ők voltak. Tehát a szélszeseink keze van ebben, vagy a promóciósoké, de inkább a pasikéz. És végig kutattam a szélsznek az irodáját. De nyilván oda átvitték a mi irodába. Arra gondoltam, hogy amatőr módon egyébként lerakták oda a hűtőszekrényt, és 5 percet bolyongtam a szélsznél. De nem volt a hűtőszekrény sehol. De akkor hol van? Tehát ha nálunk nincs, ott hiányzik. Szélszről van napszemüveg, ami rajtuk volt. Megvannak a kezek, akkor nyilván oda vitték, vagy hova vezérigazgatók. A kéz ismerős? Hát... Láttad az e-mailt? Láttam. Nem ismerős a kéz? Nem. Nem? Nem. Egyikötöknek sem? Kézről fölismersz valakit. Hát nézd meg azt a kezet. Nem biztos, csak kérdezem, hogy ott látszik egy pulóver, látszik egy óra, tehát hogy az óra is jellemző. Egy fekete óraszíj, hát ez az enyém is, nézd meg, pont ugyanolyan nem. Az óra. Mit nem? Nem olyan. Másik? Ez meg a macska. Igen. Ez egy fekete óraszíj, gyerekek, hátulról, tehát órát nem is látsz. Tök ismerős az óraszíj, én ezen gondolkodom reggel de, óta. Hogy ugye, hogy már láttad valakinek a kezén? Abszolút láttam valakit. Ugye, hogy valakinek ott volt a kezé? Én is, nekem is ismerős. Nagyon ismerős. Azt hittem, hogy nektek beugrik. Igen. Hát és a kicsit, macska is kicsit duzzadt a kéz, ugye? Ilyen kicsit... Az is. Igen, a macska honnan van? Nem tudom, de... Szélszről? Igen, a szélszel láttam ilyen macskát, igen. Ott kicsit a duzzadt a kéz. Kinek van ilyen kicsit vízenyősebb kell? A roha vízenyőse. Figyelj. Szerintem műszaki igazgató, Gyula. Gyula volt? Nem Gyula kéz? Nem, én szerintem ez nem. Gyula kezeket akarta volna. Figyelj, de nem hiszem, hogy beraktak egy integető macskát egyébként. Tehát, hogy... Az aljas. És integet a macska, és ott van a streamen, még mindig integet a macskánk ott, egyébként. Még, én szerintem ott. Nagyon még durva. Mindig integet. Na várjál, erre ülünk ki Zsüllel a pultnál, és egyszer csak a Zsüllt belerúg valamibe. Miközben arról beszélgetünk, hogy hol a fenében van a hűtőszekrény. A Zsüll belerúg valamibe, és azt, hogy ez itt mi. Lenézünk az asztalra rá, és nem hiszed el, mit csináltak ezek a rohadékok. Berakták a saját hűtőszekrényünket, a saját hűtőszekrényünket az asztal alá, hogy csináljunk magunkból komplett hülyét, ami csak egy hajszálon múlt, mert ha Zsül nem rúg bele, akkor mi most nagyon anyázva keresjük a saját hűtőszekrényünket, és üvöltözünk, hogy adjátok vissza, miközben a hűtőszekrény itt van a lábamnál. Csak én nem rúgtam bele, mert nem érem el, a Zsül itt mellettem, ő belerúg. De akkor a rohadékok. És berakták ide, hogy nesztek szemetek. De legalább annyi eszük volt, hogy bedugták. Ez vért kíván, gyerekek. Ez a mi teljes megsemmisítésünk és megalázásunk. Jó, egyébként még fél óráig szabad bejárásunk van a szélszre, mert hogy egyébként nálam a kulcs, mert nem adtam még vissza. Úgyhogy tulajdonképpen azt csinálunk az irodában. Kakáljunk oda az asztalokat. Tehát tulajdonképpen azt csinálunk az irodájukban, amit akarunk. Mert hogy itt van a kulcs. Csak mondom, ha ők voltak. Ők voltak. Ki más? Hát... A szemüveg... Nem volt a szélszen a hűtő, tehát hát valaki bemehetett és lerakhatta ide. Hát vannak ilyen altató helyek, érted? Két dolog van, a sárga napszemcső, ami csak a szélszen van, vagy a promónál, meg a macska, ami onnan származik. Tehát ha nem ők voltak, akkor valaki betört a szélszre, elvitte a macskát, hogy rájuk terelje a gyanút, bevitte hozzánk, és aztán pedig elhozta ide a hűtőt. Ők voltak. Ők voltak? Ők voltak. Egyértelműen szélsz volt? Csak ki közülük. Hát ez az. Hát valószínűleg egy csapatos összeesküvés van egyébként. Mindenki benne van. Az a mázlink, hogy rájöttünk, ha nem jövünk rá, és itt nagyon kardoskodunk, hogy adjátok vissza a hűtőszekrényt, adjátok vissza, az egész rádió elterjedt, hogy a hülyék ott volt a hűtőszekrény végig alattuk, az a legnagyobb lama. Nem? Az nagyon. Tehát az a legkellemetlenebb, amikor végig kiabálod az egész adást, hogy adják vissza a hűtőszekrényet, és itt van jobbra a lábadnál lett a hűtőszekrény. Egy fiasztalal, így ráírtuk volna a homlokunkra, hogy loser. Igen. Vagy amikor volt a matricázás, és hátba vágtak, hogy mi van, jól vagy, és közben ráragasztottak a hátad, hogy hülye vagyok, tudod, és egész nap úgy járkáltál az iskolában, hülye vagyok matricával. És mi van, elvették a... Nincs benne valami? Nézzetek már, hát ha van benne valami fontos. Egy üzenet, vagy kaja, vagy valami. Semmit nem tettek belem? Hát talán csak annyi, hogy 3 Rudi hiányzik. 5 Csali Rudi volt benne, és most 2 van. A rohadékok még a Túró Rudit is kijelti belőle, tényleg? Ne csináld! Csak mondom, hogy a karórát megjegyeztem. És ma úgy mész végig, hogy mutasd az órán. Igen. És annyit mondok. Good luck. Keresni foglak. Én hónapokig nem felejtek.
Te, aki hozzányúltál a hűtőszekrényhez, azt hiszed, biztonságban vagy. Ha most ide jössz és bevallod, akkor nem esik bántodásod. Ha nem, keresni foglak. Éjjel-nappal. Tűvétezem, érted a rádiót. És megtalállak. Mert ott van a bizonyíték, az óra. És az egy olyan csatt, aminek, amiből tudom, hogy nincs olyan sok. Úgyhogy keresni foglak. És annyira gagyi, hogy nem veszik? Ne, annyira jellegzetes. Jó, és ha megvan az elkövető? Ha megvan, akkor azt csak szólok nektek, hogy megvan, mert látom a kezén az órát, oda megyünk három szaknépsorral, és mindenki egyszer hátba vágja, de nagyon durván. De úgy, hogy csak ránézek az órájára, és nem leplezem le, hanem átmegyek, nektek szólok, visszamegyünk, és brutális pusztítása. Rádobunk egy pokocot, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon összevegyünk. Nagyon jó, de ne szaknépsor legyen, hanem egy iratszekrény, vagy valami. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hamarosan folytatódik. Kiderült, hogy mi van Rozsára. Kiderült, szegény, hogy ne is mondja. A rohadt életben. Ja, hogy a hírportálok már le is hozták a drámai hírt, miszerint. Na, tessék. Mi szerint megcsüpte egy méhecske. Szegény kis puci cucika. Nem értitek ti ezt. Az a baj, mivel ti teljesen laikusok, és abszolút nem vagytok képben a tenisszel, itt ti csak az elbagatelizált, és az olyan, hogy egy méhecske csípés, az csak olyan könnyű feldolgozni ott a pályán, egy méhecske csípés. De hát ez egy szörny. Múlt is fájt a feje egy picit. Hát ez a teniszben ez a cápa támadás. Tehát azért a méhecske a szörfözők fehér cápája. Ez jó érzés. Ez. Teniszben a méhecske az olyan, mint a szörfőröknél a fehér cápa. Nem, én látom, hogy ápolják az ő jobb új begyét. Igen, hogy picit sír, picit lefelé gőből a kis szája széle. Jegelték egy kicsit, igen, majdnem kicsit bibis lett, és kicsit sírókat. Jó, és a mező mirkája nagyon messze volt ahhoz, hogy adjon rá egy gyógypuszit. Igen, nem tudott rád egy gyógypuszit. És hát emiatt vesztette ő az első szettet. Oh, tehát ha azt gondolnád, hogy ez a kis balongelli, kis datolya zabáló olaszot megszorongatta, no. Mert láttam, hogy kicsit melkét rúgott. Szereti a datolyát nagyon. Nem szereti a datolyát és az olívabogyót. Az egyiket hozzák neki, a másikat termeli a családja. És, de nem ezért veszett el az első szettet, mert annyival jobb volt ez a balon mellé, hanem egyszerűen csak megcsípte egy méhecske. És azért az komoly dráma, ha az ütőfogó kezedet megcsípi egy méhecske gyerekeket. Egy méhecske csípés azért nagyon durva. Egyébként nyilatkozta Federer, most nézem itt az egyik hírportált, hogy soha nem érzett még ilyen fájdalmat. Nem, micsoda kőkemény, brutális férfias életem volt. Nem hallottatok még az ausztrál gyilkos méhekről, amíg akkorát csípnek, hogy ha csak egy új begyetesz hozzáérnek, az egész jobb kezet zsibbadna. Most úgy szerválni, fogadni, pörgetett, nyesett forrákokat ütni, ez nem olyan egyszerű. Én azt hittem, hogy előre ment az operatőr, hogy letörölje a lencsét, de nem az sötétítette el a képernyőt, hanem amikor beszállt a méh a Lod Lavel arénába. Atya úristen! Szegény fiús, 2007-ben emlékeztek akkor sem, amikor egy tüske ment a izébe, a bőrébe. Adja megbökte a tüske. Hát, nem értetek ki a teniszhez az a baj. De olyan nem volt, hogy lehorzsolta a bokáját. De nem. Elbagatelizáljátok ezt az a baj. Nem értetek a teniszhez, és ezért ez nektek csak egy ilyen kis könnyű tréfa, hogy egy Grand Slam második fordulóban egy méhecske csípés milyen drámát tud okozni. Múltkor meg hogy leégett a tarkója, aztán húzódott neki. Jó, Istenem, mi történik már ott a nezekkel. Ha ott vagy, odaszaladsz, adsz rá egy puszit, ugye? Nem engednek be. Mióta Szelest hátba szúrták, ott azóta elég komoly intézkedések vannak, de vannak biztonsági őrök, akik mindig arccal ugye a nézőtér felé áldogálnak. Azt igaz, mondtam a múltkor, hogy nem nagyon szeretik. Nem szeretik. Meg hát a múltkor is megvágta egy manikűrollóval egy kicsit a kis újabb egyét a Rozsi. Csak mondom, hogy már Nadal van a pályán egyébként. Szóval, hogy nem rohanhatsz be, illetve sok esélyed nincs. Volt, most egy két évvel ezelőtt berohantak a Federerhez, és ott volt az ütő a kezébe, rávághatott volna egyet, azt hiszem talán angol szulkolóra, de nem tette, még a zászlót is volt ideje Federer nyakába tenni, azt Federer lerántotta a fejéről, de fogta az ütőjét, de nem... Nem szereti az angolokat? Hát nem szereti, inkább a berohangáló szurkolókat, igen, azt mondjuk az egyébként megértem. Hogy hívják egy tradicionális angol mustár, megcsípte a nyelvehegyét. Nem, hát ugye mióta Szeles Monikát hátba szúrták, azóta azért, hogyha elindulsz a teniszpálya felé, vagy csak rosszul nézel, akkor azonnal kiszednek. Tehát ott az egy komoly. Ott azt hiszem, egy Graf szurkoló volt, és teljesen váratlanul neki volt ideje belépni.
Gráf Zeppelin, igen, szurkolott, volt ideje belépni a szeles mögé, és ugye hátba szúrt. Hát de szörnyű volt, mondjuk. Szörnyű volt, igen. Ő, hát az a gyakorlatilag kettébe is törte a pályafutását Szeles Mónikának, tehát onnantól kezdve ő már árnyéka volt. Igen, próbált utána visszajönni, meg voltak még tornái, de onnantól kezdve ez neki olyan sok volt, hogy nem is tudott igazán. Nem tudott igazán. Milyen rajongó vagy, mennyire elvetemült rajongó vagy, annyira szeretett Steffi Gráfot, hogy meg akarod ölni az ellenfelét. Nem? Beteg. Tehát, hogy azért az nagyon-nagyon-nagyon fanatikusnak kell lenni. Hát én, amikor nem akarod, hogy a Feri végig mondjon egy mondatot, én legszívesebben hátba szúrnálok, annyira rajongok a Feriért, és annyira rossz. Ma mindig el is indul, de igen, megbeszéltük, hogy nem, tényleg ne csinálja, mi lesz velünk. Mert csak egy nyomorult kis kanalam van. Azért az nagyon fájna. Az nagyon fájna. Ja, Istenem, mi lenne ez a Federer, hogyha már még MMA-s lenne, nem? És milyen demagóg duma ez? Milyen hülye demagóg duma ez? Hát most a Federer a 40 kilót... Elnézést, srácok, sajnos Rozsé nem tud, mert megcsipekint egy izé. Jó, mi lenne, ha egy MMA-s ütne egy olyan nyesett fonákat, mint a Federer jobb kézzel? Na most ezt nem tudjuk összehasonlítani. A fájdalomküszöbről beszélek. Hát de már nem is kell, hogy azonos legyen a fájdalomküszöbük, nem? Hát miért kell, hogy azonos legyen? Hát egy MMA-s az 30 évig ütik, vágják, hogy bírja a fájdalmat. A teniszben azért ritkán van testkontakt. De a Nadalnak évek óta fáj a háta. Nem is játszott most egy évet, kihagyott vakbélműtéttel. De nem is paraszkodik méhekre. És akkor a forró tát is hűtik neki, hogy nehogy a kis nyelvét megégesse. Jaj, fújjon még egy kicsit, Rozsé. Istenem, nem szeretem, amikor laikusokkal kell beszélgetnem a teniszről. Tehát amikor... Laikusok? Hát ez nem a teniszről szól, most ez egy nyelv. Jobb kezedbe fogod az ütőt. Ha megcsípél az új begyedet és feldagad, a jobb kezedet a szervánál is szerintesen fogod, ráadásul ugye minden fogásnál te ütőt váltasz, ütőfogást váltasz. Tehát máshogy fogod az ütőt a tenyeresnél, a fonáknál, máshogy fogod a szervánál. És ugye ha neked megcsípi az új adat a mély, hát ott szörnyű dráma, hogy utána szorítanod kell. És rádagadt a csípést. Rádagadt a csípést. Nem tudta megforgatni. Ilyen a fájdalom küszöbe, de hát azért gyerekek. Tehát azért 17-18 Grand Slamnél tart. Tehát, hogy azért így... Hát teniszezni azt tud, hát az kétségtel, az senki sem kérdőjelezi, meg csak hát vannak időnként ilyen drámák is azért, amik nyilván benne lesznek majd később az életrajzában. Igen, és tudod, így lesz, 2015 Australian Open. A még csípés. 3-3 volt teljes fejezet. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Kérhetek segítséget? Bármiben, én ma annyira segítőkész vagyok, hogy... Nagyon jó, tőled és a hallgatóktól. A következő szituáció áll fenn autópályás közlekedésnél. Na, kérdezz nyugodtan. Nagyon szívesen gondoltam, hogy te kérdezz is partner leszel benne. Én csak imádok közlekedésre vitatkozni. Fejtsétek már meg nekem, hogy mit kell csinálni. Ugye a szélső sávban megy egy kamion 90 km/h. Az neked a külső, a szélső? Nem mindegy. A külső sáv. Igen, tehát a lassú. Helyén megy 90-nel. Viszonylag nagy a forgalom, vagy több kamion is megy egymás mellett. Mögötte 110-zel megy egy fehér kis furgon, akik előzni fog, kimegy. Feltorlódik a sor a belső sávban, hiszen a furgon csak 110-zel tud menni, te mennél 130-al. Egymás mellett vannak a kamionnal, a furgon mögött már van 8 darab autó. Igen. De a kamion mögött ugye senki nincs. Igen, értem. És jön egy autó gyorsan, és ő a külső sávban a kamion után végig előzi a belső sávban lévő 8 autó. Nagyon szép kérdés. Uh-huh. Ő? Nagyon szép kérdés. Ő nem elkövette. Várja, a helyzetet vázolta a kérdés, az mint nem volt. De most már érti. Már most érti. Mi 8-an, akik állunk a furgon mögött a belső sávban, rendesen megyünk, megvárjuk, hogy a furgon előzön, és utána ugye tovább megyünk a belső sávban. Az autó, aki bemegy a kamion mögé, a külsőben követel védséget azzal, hogy a belső sávban lévő 8 autó mögött mellett elmegy. Van még, mert a cipő, most már kezdek így. Izzadsz mi? Ha meg hátra dölök, ne fáradjon a hátam. Na. Érdekes felvetés. Igen. Szerintem ennek két olvasata van. Egy morális szempontból és egy hivatalos. Hivatalos szempontból egyébként nem követ semmiféle szabálytalanságot el. Morális szempontból egy picit aljas, mert hogy egyébként ő megelőzi azt a sort, ahova neki be kéne állnia. De miért is kéne beállnia? Lehet, hogy tételezzük fel, hogy ő későn reagált, és ő a külső sávból haladt. Aha. Majd azt mondta, hogy nézd már, gyorsabb vagyok a belső sávban haladóknál. És mire felfogta az egészet, jött rá, hogy azért gyorsabb, mert a belső sávban egy furgon feltartja a forgalmat. Vagy hát nem feltartja, csak előz. És ő pedig beért a kamion fenekébe a külső sávba, majd megpróbál balra indexel, ugye előzni. Igen, tehát 8-unkat ő leelőzött. Nem egyértelműen elítélendő. Aha.
alkalmazom, te is. Nem, figyelj, tehát ez nem, nem egyértelműen. Ez nem süttyóság. Nem feltétlen gondolom ezt. Szerintem nem biztos. Meg igen. Tehát te a külső sávban egyébként azért mehetsz. Tehát a külső sávban nincs lekorlátozva a sebesség. Nincs, nem 130. Nem követsz el semmit. Tehát arról van szó, például, mit tudom én, van egy buszsáv, meg van egy belső sáv, és te a buszsávban elmész egészen mondjuk a körforgalomig a Lánchídnál, és a buszsávból akarsz kimenni, és úgy bemenni a Lánchídi körforgalomba, az tahóság. Az, hogyha te szerintem a külső sávban egyébként észreveszed, hogy neked ott van egy helyzeti előnyöd, és te elhagyod a belső előzni kívánó sort, mert mondjuk sietsz. Én nem adom, nem osztom ezt egyértelműen. Mert nem lehet a külső sávban. Nem lehetne. Mert a külső sávban nem előzheted meg a belső sávban menőt. Na de várj. Megelőzheted? Vagy az elhaladásnak minősül, és az elhaladás pedig nem előzés. Nézd, hát figyelj, mi van akkor, ha mondjuk ő nem tart jobbra? Akkor se előzhetem meg? Hát neki, ugye én akkor előzök jobbról, mert nem szoktam nagyon, tehát az a legjobb, ha ő jobbra tartott, betartja és előzöl. De ha mondjuk valaki neked ott tököl a belső sávban, villogsz, nem megy gyorsan, akkor te ezt azért előbb-utóbb kívülről fogod autópályán megelőzni. Hát ne legyünk álszentek, azért sokan előznek. Soha nem megyünk el a külső sávban. De az a legjobb, ha ő megy el. Ugye igen. Elmegy jobbra, és te előzöl. Nem egyértelműen elítélendő. Oké, de itt a forgalmi szituáció ugye azt kéri tőled, hogy te várd meg a belső sávban a furgont, amíg elmegy, ti 8-an ott szépen sorba álltok, hogy elmenjen előled a furgon, és akkor majd mentek tovább. Uh-huh. És jön valaki a külső sávban. Igen, a jobbról előzés az a kérdés. Az a kérdés, hogy az hát vagy elhaladás. Védhető-e a bíróságon? Igen. Hát autópályán azt nem nagyon szeretik. Egyébként a magyar rendőrök ezért nem csesztetnek, az osztrákok azonnal. Aha, tehát, ha osztrákok mennék. Az osztrákok még azért is, ha nem mész le jobbra. Ugye Magyarországon te mehetsz bent a belső sávban, elvileg jobbra tarts van, de nem szed ki a rendőr. Aha. Ha az osztrák autópályán te balról előző, vagy előzöl, és nem mész vissza azonnal jobbra, most nem tudom azért, mert magyar a rendszám, de nem azonnal szednek ki. Itt igen, itt a jobbról előzés az egy picit necces. Uh-huh. De ezért nem szed ki magyar rendőr. Ezért Ausztriába felakasztanak. Aha. Az biztos. De én nem. Figyelj, én úgy vagyok ezzel, te előztél, vagy téged előztek így? Bocsattól a 8 autótól. Igen, nem mindegy, hogy miért kérdezed. Nem. Figyelj, én úgy vagyok ezzel, hogy nem biztos, hogy jó, de én sose akarom eldönteni, hogy más miért siet. Aha. Nem, de egyébként szerintem nem, az nem szabályos, igen. Aha. Szerintem az nem, az necces. Tehát ezért tényleg. Uh-huh. Osztrákéknál fölakasztanak. Uh-huh. Itt én nem láttam, hogy valakit ezért kiszedtek volna. Van különbség, hogy előzöl, vagy csak elhaladsz mellette? Mert biztos, hogy kereszt szempontjából szerintem van. Aha. Kereszt szempontjából szerintem van, ez autópálya nem annyira szerencsés. Vagy van-e ilyen, hogy csak mert ő tulajdonképpen nem is váltott sávot, ugye ő a külsőben jött 130-at, tehát tök szabályosan közlekedett. Azt te belülről, ja hogy igen? Ő nem ment el nagyon gyorsan uh-huh. mellettünk. Csak én nem is húztam föl magam. Ti lementetek 80-ra, ő neki volt egy helyzet, ön is kijön. 110-re mentünk le, mert... Hát, kereszt szempontjából necces szerintem. De hát hány olyan dolgot csinálunk kereszt szempontjából azért, amit nem lehet, és mégis megcsináljuk, mert az ember dinamikusan hát vezet, halad. Tehát, hogy most nem arra gondolok, hogy masszívan szabálytalankodsz, de ha nem megy valaki előled az autópályán, akkor kimész jobbra, és megelőzöd, mert ha most ott százal szórakozik valaki, akkor előbb-utóbb meg kell előzni. Vagy lehet, csak nem túl elegáns. Én például kifejezetten után biztos ismeritek ezt a szituációt, amikor ugye a két sáv közül az egyik le van zárva, és akkor van még egy kanyarod, és akkor a kanyarodóban, ameddig lehet, előre megy a delikvens, miközben látja azt, hogy a belső sávban hatalmas torlódás, mindenki vár a sorára, hogy eljusson a lezárásig, és akkor ő szépen a kanyarodóban fölmegy, ameddig lehet, aztán pedig jaj, eszébe jut, hogy na, az jaj, már nekem mégis, is arra igen. kell mennem, igen. Jaj, most jut eszembe nekem, az már necces. És aztán beengedteti magát, illetve hát a beengedtetés alatt értsük igen. azt, hogy addig tolja be az autónak az órát, amikor már nincsen más, amikor már lehet, csak akkor már be kell engednem. Igen, csak itt ide egy hallgató, még én kereszthez tényleg tök hülye vagyok, tehát hogy szerintem mindannyian megbuknánk keresztből most, aha. mert vezetünk, nem a kereszt nézzük. Igen, nem? Csak, tehát, nekem, csak nekem nem ciki. Igen, nem volt időnk. Hát most 30 éve vezető, nem foglalkozunk a kereszttel. De azt írja, hogy jobbról ne előz autópályám. Aha. De itt ír egy hallgató, hogy nincs előzés. Nem, azt mondom én is, hogy ez nem előzés, csak ez elhaladás. Hiszen én nem előzöm meg, uh-huh. de végül is leelőzöm, de nem az van, mert ugye, miért ha valaki megy előttem... Sávot kell váltanod? Hát az az előzés. Az az előzés. Nem. Aha. Tehát vagy megy előtted valaki baloldalon, a belsősában kimész jobbra, megelőzöd, visszamész. Azért megskalpolnak. De itt csak elmegyek mellette. Itt. Én sávot nem váltok, tehát tulajdonképpen én csak elhaladok mellette, nem előzöm na, meg. Na én is erre, ezt mondtam, hogy hát itt ez meg a megengedett sebességesen léptem. Nem is akkor... ment gyorsan, tehát tök korrektül, mert lehet, hogy még 130-al sem ment már akkor, amikor odaért, mert mondom, mi 110-el mentünk körülbelül a belsőben a kis furgon miatt, és ő meg ha 120-al ment, már végig tud menni a sor mellett. És
csak a játékteget hozzátok, ne arra, hogy srácok, beragadt a tempomat. Ugye ez azért nehéz, mert tulajdonképpen mi történik, ha te mész bal oldalon, és ugye téged valaki jobbról megelőz, általában a visszapillantó tükörbe akkor néznek bele az emberek, amikor balra mennek ki az autópályán, vagyis gyorsítanak, és lehagynak egy kamiont, belenézel, hogy jön-e valaki. Igen, igen. Na most, amikor te jobbra mész, az azért veszélyesebb, mert amikor te jobbra húzódsz, ritkábban csekkolod a tükröt, mert ugye rutinszerűen az van, hogy téged balról előznek. Ja. Tehát effektíve autópályán, amikor én megyek a külsőbe, megnézem, hogy az, akit én lehagytam a gyorsabb sávba, azt tényleg elhagytam és bemeltek a külsőbe, de azért azt nem, én sem szeretem, mikor onnan egyszer csak jön valaki. Mert ugye reflexzerűen te balról várod. Abszolút, hogy visszamész, úgy mégiscsak rájössz, hogy itt a lehajtó, ahol te ki akarsz menni, nem akarod már megelőzni a kamiont, lemész jobbra, és megész is a baj. De az miért van, hogy az emberek ilyenkor ugyanakkor nem engedik be? Hát mert tehát, hogy jogtalanul jött melléd. Hát de, te állsz sorba korrektül, most de, adom de én nem értem a mentalitást. Adom én nyugodtan, akkor most na, a hülye gyereket simán igen? megy, hogy állsz, érted? Te megvárod azt a izé kis furgon, te vagy a nyolcadik, és elmegy ott, ahol tilos. Hát csak fölhúzod magad, nem? Hát. Dudász, nem engeded be. Igen, de hogy ez hogy van, hogy egy csomó ember a közlekedésben dönt arról, hogy a másik ne siessen? Ezt én sose értettem, és tudom, hogy én leszek most megint a kevésbé szimpatikus, hogy ne szabálytalankodjon, de ha nekem már úgyis ki kellett állnom azt a sort, és ő bejön. Mert akkor nem a szoktam, következő, jön a következő. Értem, meg ott állsz, ott állsz, mint egy hülye lúzer. Igen, hogy, és pedig én semmi más nem csináltam, csak betartottam a játékszabályokat, és én vagyok a hülye. Nem vagy hülye, hát csak kérdezem, hogy... leszel, érted? Hát te én ezeket beengedem. Értem. Én ezeket egyszer beengedem. Hagyod otthon az Alfát, és mész a kolhelyes kis furgonnal, érted? Hát még mégsem. Azt mi lesz belőle? Jó, elárulom, én álltam a sorra 110 el. Csak az. Azt különösen szeretem azt az SMS-t, hogy a furgonos megy az anyjába 110 el. Csak előzött szegény. Érdekes, hogy valahogy van az a típus, aki azt érzi, hogy meg kell rendszabályozni az illetőt. Tehát például, ha mellettem előznek buszából, és valaki bejön elém, én valahogy ezeken máson föl tudom húzni magam, de ezen például én beengedem. Tehát most az egy autó már, ha most jönnek százan, és te fél órája ott állsz, és mindenki bejött eléd, balek vagy. Most az egy, valahogy ez nem szokott engem idegesíteni, másra borulok ki. Egyszerűen nem fair, tehát hogy nem korrekt, nagyon nem korrekt, persze. Szabályokat értem, mindenki végig szívja azt a sort, akkor szívja már végig ő is. Igen. Most mi az előzés? Előzés irányváltoztatással valósul meg, elhaladás anélkül. Tehát akkor itt van a különbség, az elhaladás és az előzés között. Akkor te jól mondtad, ő elhaladt. Elhalad, de elhaladhat te a külső sávban melletted. Mert a belső sávban, ha te mész, tehát ha valaki megy 90-nel a külső sávban, te mész 110-zel a belső sávban, az elhaladás, ha neked nem kell sávot váltani. Ezt értem, de a külső sávban lehet elhaladni. És volt egy papper, aki mutogatott egy Dusterről, vagy egy Suzuki-ba, senki nem rendszabályozta meg az ember. Nem, ilyenkor mindig vannak papperok, nyugerok. Még is engedtük egyébként. Igen? Persze, nem volt. Az egy jó hangulatú csapat volt akkor. Abszolút, igen, így mentünk, utaztunk az M1-en, átköszöntünk. Mindenki szeretett mindenkit. Győrnél megállunk. A izépihenőnél iszunk egy kávét közösen, tehát nem volt belőle így gáz meg botrány, csak nekem így elkezdett járni az agyam rajta, hogy vajon ő most jól döntött, amikor elment a során. Leleményesen felismert egy lehetőséget, és kicsit szabálytalanul. Igen, nem biztos, hogy teljesen egyértelmű módon megoldott ezt a dolgot. Vitatható, biztos, kereszt szempontjából szerintem egyébként autópályán még szigorúan büntetik is. Srácok, ha tegyek már fel egy költő kérdést, ilyenkor mindig, amikor tényleg csak egy fél mondattal hozzászólok valami ilyen témához, hogy te felteszek egy kérdést. De ez te vagy a Lajos, ez nem baj, kérdezz. Ez a, hogy hívják, mi a jogsit száma, meg hasonló típusúakat kérdések, hogy engem, mint az egyébként a dugóban szívó autó utasát nem zavarhatja az, hogyha elmegy mellettünk egy autó, aztán bekéreckedik 200 méterrel feljebb, kihasználva úgymond a lehetőséget. Nem zavarhat ez engem? Dehogy nem. Még mit kérdezett? Dehogy nem. Neki, hogy egyáltalán ott lehetek. Ott igen, hogy része lehetek ennek a nagy bulinak, amit úgy hívják, hogy... Egyébként 5 éve még én is felhúztam ezen magam. Észreveszed, hogy öregszel vezetés közben? Hogy már úgy azt mondt, hogy menjél? Nem. Nem ér annyit. 5 éve... Nem köszöntem meg. Mi az, hogy nem köszöntem meg? És nem, ez a köszönés. Az már rájöttem, tudod, hogy úgy. Hát nem elvárás. Belefásolsz a taplóságban. Nem. Szerintem ez nem. Tehát ugye elvárás, hát nem. Basszus, ez így fel. De erről beszéltünk a múltkor, nekem ezt egy barátom elmondta, és én azóta ezt beépítettem a tudatomba, és az ott tökre jól működik. Mert Németországban senki nem köszön meg semmit. És levezette, és tök egyértelmű, hogy alap, hogy beenged. Igen. Nem kell alap dolog, olyan, hogy neked köszönnek. De itt nem alap.
Na de csak mondom, hogy neked köszönnek. Ezért várod el, hogy megköszönjék, mert igaz, nem alap. Nálunk nem alap. Na de várjál. Ha már beenged valaki, akkor tedd már fel a kezed. Vigyük spirituális sikre ezt a dolgot akkor. Hogyan lehet egy keresztes műsorban spirituális sikre? A totál vakvágás. Vigyük spirituális sikre. Ugye mi történik? Hát, hogyha te úgy gondolkozol magadról, hogy természetes, hogy beengedlek, hiszen alap, aha, akkor már nem fáj, hogy nem köszöni meg. Tehát a szemléleten kell változtatni. Én nagyon sokáig bosszankodtam, és meg tudtam volna ölni mindenkit, aki nem köszönte meg, de már azt mondom, hogy nincs mit, hiszen természetes, hogy beengedlek, és basszus könnyebb. Fordítsuk és basszus meg. Basszus könnyebb, mert nem húzom föl magam, hogy nem köszönte meg, és már nem is érdekel, hogy tapló. Egyrészt hülye miatt én több energiát már magamtól nem veszek el, azt mondom, hogy gyere be, alap, hogy beengedlek, nem is kell megköszönöd, én ilyen jó ember vagyok, és sokkal jobb, mert nem idegesített föl magad. Ennek folyamánya az, hogyha téged valaki beenged, akkor most már te se köszönöd nem, akkor nem kell megköszönöd. Igazából az egészet csak azért csinálja, hogy azért nem várja el másoktól, mert ő sem teszi ezt, és én a 0-0. Én a 6 percig vészvillogózó vagyok, négyszer megköszönő, én mindig. Sőt, én úgy jelzek, hogy trafi van, hogy még 4 kilométerre arrébb is, ennek még villogok. Na jó, ennek ez is bele fog rohanni, tudod, de a trafi már 16 kilométerre van, én még mindig jelzek. Mindig megköszönöm. Jó, mondjuk neked könnyű. Mindig megköszönöm, de nem várom már el, nem ér, illetve nem húzom föl magam. Neked kényelmes, mert egy hónapja villog a vészvillogó az autóban, és nem tudják megoldani. Az is igaz, hogy zárlatos. Figyelj, két választásod van. Ülsz a kocsiban, vagy megőrülsz más miatt, agyvérzés kapsz, és 50 évesen kapsz egy szívinfarktust, és hülyére idegeskedett magad más taplóságán, vagy azt mondod, hogy figyelj, szép az élet, nem, paraszt vagy, hülye vagy, nem fogok rajtad idegeskedni. Gyere, beengedlek, mert, és tudod mit, meg se köszönöd, mert alap, hogy beengedtelek. Nem jársz jobban ezzel a hozzáállással? Nagyon sokkal. Én régen 10 percig tudtam bosszankodni, menni valaki után, kicsit szinte neki menni, tudod, hogy tedd már fel a kezem, köszönd már meg! És Viki, mit, hagyjad már, nem köszönte meg! És akkor megelőztem, és elkezdtem én föltenni a kezem, ugye? Tudod? A hülye meg nem érted, ez hülye mit integet. Én megrendszabályoztam, hogy köszönje meg! Nem, ez régen, amikor még csak úgy hívtuk magunkat az utakon, hogy a harcos, akkor ugye úgy kezdődött a dolog, hogy jött a be akart sorolni az autók közé, akkor azzal már küzdöttél egy kicsit, hogy nem engeded be. Á, de az is olyan tahó. Beenged, bevárjál, akkor már húztad magad, hogy most miért akarsz ide, miért nem mögém jössz. Na, nagy nehezen betette az órát, tehát beengedted magad elé, akkor jött a második ideggörcs, miért nem köszönöd meg? Na most az még azért nekem is kihívás, egy nagy spirituális gondolkodás, hogy buszsávból jön, beengeded, és még meg se köszönj, és ott mondasz, hogy om, természetes, hogy beengedte. Ott azért még én is index nélkül jön be, tudod, és hogy várod a vészvillogot, várod a kezét, egy másodperc, két másodperc, semmi nem jön, nem köszön. Jó! Na, akkor ezt most engedjük el, de az még azért nagy tanítás. Igen. Rohadjál meg, beengedte legalább, valamit csinálj már, basszus. Teljesen rádőlsz a kormányra, az első szélvédőre, és így mutatott, hogy hello, szia, így köszönöm meg. Ő még nagyon az elején járadnak az útnak, amin már te egy picit tovább jutottál. Az szóval, egyébként vannak helyzetek, azért, amikor azért még én is elvárom, hogy köszönjük, meg buszsából beengedem, gyere tesó, ott azért jól esik egy vészvillogó. Egy máskor már nem, de ott még jól tud esni. Szerintem a nyilvánvaló előzékenységet nem lereagálni, az eleve taplóság az élet minden területén. Szerintem, amikor teljesen egyértelmű az, hogy te előzékeny voltál, hogy te figyelmes voltál, hogy te gyakoroltál egy gesztust a másik felé, azért azt nem észrevenni, nem lereagálni. De a nem... németek erre azt mondják, hogy tök alap. Azért igen, nem köszöni meg Németországban senki senkinek, mert teljesen természetes, hogy beengedsz. És egyébként milyen jó gondolkodás. Mert ott nem csak elméled, hogy mi az a cipzár. Mert pontosan tudják, hogy mi a cipzár, balról jobbról. Nincs mit megköszönni, hiszen természetes, hogy beengedsz. Hát persze, hogy beengedsz, hiszen te is kulturáltan közlekedsz. Mit köszönjek meg? Te se köszönöd meg, ha köszönnek neked reggel. Nem mondod azt, hogy szia Feri. Köszönöm, hogy köszöntél, nagyon rendes vagy, ezért most visszaköszönök, drága vezérem, szőröm, nagy uram, szervusz Balázs, kérlek, hogy jó, vagy? Jó, ez nekem tetszik, mondjuk egy kicsit. Délután ígyunk meg egy jóféle söritart. Hanem azt mondod, hogy szia Feri, arra azt mondod, hogy szia. Hello. De nem köszönöd meg, hogy köszöntek, és így gondolkodnak a németek is egyébként. Milyen tök jó gondolkodás, nem? De hogy köszönöm meg, persze, hogy alap, hogy beengedsz. De itt hol nem alap? Nem, egyáltalán nem. Egyébként szerintem az lenne a megoldás, hogyha például az autógyárak is mondjuk erre felkészülnek, hogy lenne egy olyan fejlesztésük, hogy amikor az autó érzékeli azt, hogy nyilvánvaló szabálytalanságot követtél el, abban a pillanatban vészvillogó kettőt villanna. De jó lenne, Istenem. És megköszönni azoknak, akik elviekben lehetővé tették neked azt a szabálytalanságot. Ha annyi, nem tudom, 5000 sem lenne, ahányszor én... bocs, elnézést, ne haragudj, bocsánat, köszönöm, vészvillogózást elindítottam. Csak ebben az évben, amikor fordulok vissza, át, így, úgy, azért azt még azért úgy, igen, szoktam alkalmazni, de nagyon rendesen köszönök én is. De nézzük meg ennek a lélektanát. Tehát, hogy valaki mellettem szabálytalankodik, és helyzeti előnyhöz jut,
A lélektana ennek az, hogy miért idegesít? Hogy én nem merem megcsinálni? Nem. Vagy mi? Ha nekem nem lesz jobb. Én nem jutok előre. Ha ő bátor, és ő meg... Bántja az igazságérzetét. Annak, aki... De neked nem lesz jobb attól, ha ő is a sorban áll, vagy ő előre. De a világot akarja jobbá tenni az, aki kiáll. Dehogy is. Jó érzés azt tudja, hogy ő is beáll a sorba, hogy nem használja ki a te jogkövető magatartásodat. Az a baj, hogy az ő szempontjából, az ő értékrendszere szerint egy tutyimutyi pöcs vagy, aki ott állsz be a sorban, hülye, balek, lúzer, végigállod a sort, miközben ő az élelmes, fogja és kihasználja az a kiválkozó akkor a gondolataid szerint már odáig jutottunk, hogy tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy aki megelőz, az még le is néz. Ez a saját gondolatod magadról. Miért nézne le? Mert azt gondolja, na a sok hülye itt áll, majd én megmutatom a tutit, zsúgy, már megyek is el mellette. Nem jó gondolkodás szerintem. Értem, hogy mit minden mondasz, más de... reakció, amit másik ember gondol róla, de te mondod ki saját magadról, akkor az a saját véleményed magadról. Ezt de kéne ez az megérteni. Övé is, azt neked meg azt kéne megérteni, hogy aki megmeri ezt csinálni, hogy végig megy a leállósávon, az mindenkit hülyének néz, és nem csak én gondolom magam hülyének, ő is bennünk. Miért kéne hülyének gondolni? Miért nem azt mondtad, hogy figyelj, hülye vagy, menjél? Tehát miért kéne, hogy én nem értem soha az emberek lélektanát, hogy miért érezzem más ember miatt hülyének magam? Vagy baleknak magam. Mert annak nézek. Azt gondolom, hogy egy paraszt menjen. Palira de vettek. Nem gondolom, hogy én attól hülye vagyok, rossz ember vagyok, balek vagyok, palimadár nem, vagyok, hogy nem, egyébként nem kivárom a sort. De nem egyet mondunk. De hogy nem. Te azt mondod, hogy te hülye vagy, én meg azt mondom, hogy hülyének néztek. Jelentős a különbség. Félreértés nélkül, hogy megint megírják hatalmon, hogy milyen hülye vagyok, mert azokkal értek egyet, akik mennek a leállósában. Nem így van, én azt szeretném egy sokkal tágabb összefüggéséggel megvilágítani, hogy szerintem hülyébb az, aki nekiáll birkózni. Aha. Tudod, van ez a mondás, hogy soha ne birkózz malacokkal, mert te koszos leszel, ők meg élvezik. Tehát nem az az igazán hülye, aki egyébként leáll és nekiáll birkózni, nem menj a leállóstába, majd én eldöntöm, hogy nem, mint azt, hogy figyelj, rohansz, nem érdekel, menjél, nekem úgyis itt kell állnom, mögöttem ül a gyerek, mert megoldom, hogy ne sírjon. Ha hülye vagy, menjél. Érted, hogy mit akarok mondani? Értem, csak ha senki nem mutatja meg nekik azt, én azon gondolkozom, ha senki nem rendszabályoz, akkor ő világ életébe így fog menni. Miért nem mennék el? De meg tudod őt alapján, hogy változhatni? De aki megrendszabályoz, az hogy dönti el, hogy én miért megyek a leállósávon, akkor ezt válaszoljátok meg. Ti, akik úgy érzem, sose rendszabályoznátok meg, de kicsit együtt éreztek ezen idősebbekkel, akik rendszabályoznak. Hogy döntöm én el, hogy ő miért siet? Sehogy. Ugye? Nem vagyok-e ugyanolyan? És ezért filozófia vita, hogy ha én kimegyek megrendszabályozni valakit, nem követek el ugyanakkor a baromságot, mint az, aki leállósába megy. Az én olvasatomban egyébként igen. Ugyanúgy feltartod a forgalmat. Mert ugyanúgy hülye vagy. Feltartod. Belemész a harcba, erőfitoktatást csinálsz belőle, felveszed a kesztyűt, és te majd megmutatod neki. Ha két ember verikedik egymással, az ugyanez. Ha mind a ketten az erőszakba hisznek, mind a ketten hülyék, nem? Ez itt a Best of Morning Show. A facér férfiak mekkája lett Budapest. De facér olyan facér férfiak, akik itt vannak Magyarországon. Aha. Egyébként is, vagy nem olyan férfiak, akik csak itt. Tényleg a facér hozali helyzetben engem, de most komolyan mondom, hogy nem elég neked, hogy facér külföldi férfiak, még ilyenket kérdezel. De külföldi férfiak, ez a szó az elmaradt. Facér külföldi férfiak mekkája lett Budapest. Akik valószínűleg csak itt facérok, egyébként otthon házas emberek, de hát itt úgy adják el magukat, mint a facérok lennének, illetve hát ünnepelnek valamit. De hát ez régi dolog. Hát figyeljetek, angol turisták tömkelege járt ide már a 90-es évek közepétől. Azt, amikor elindult a fapados légitársaságok kora, az ott ugye tényleg fapados, tehát olcsó, akkor nagyon sokan jöttek, és nagyon sokan ünneplik itt, csinálják itt a legénybúcsúztató bulit. Igen, csak akkor még nem épült egy konkrét szolgáltatóipar az ő kiszolgálások. Ja, akkor még csak kísérleteztek. Most már állítólag olyan cégek vannak, hogy egyre több házasodás előtt álló pasit szolgál ki úgy, hogy már a reptéren megérkezik a limuzin hozzájuk. Aha. Most játszunk el a gondolattal. Önmagában azért ez nem hangzik rosszul, nem? Sajt, hogyha nem, facér nem. Férfiak lennénk, és lehet, hogy mi is Budapestre mennénk szórakozni. Megérkezik a limuzin, ahol már eldönthetik a kuncsaftok, hogy milyen típusú jánykákkal szeretnének szórakozni. Majd pedig úgy állítják nekik össze a programot, hogy sok-sok 10 000 forintot elköltsenek, de ne csak a lányokról és a limuzinról szóljon, el lehet menni egy csomó mindent csinálni, például AK-típusú géppisztolyokkal lövöld. Jó ideje, mert azt vártam, hogy ne csak a csajokról szóljon, meg a limuzinról jusson hozzá kultúra is. Így, ezt én akartam. Igen, múzeumlátogatás, igen. Múzeál is értik a fegyverekkel lövöldözni, és szerintem egyébként még az is kérhető, hogy a lányok lövöldözzenek.
Igen, erre már cégek szakosodnak, a lányok is lövöldözhetnek, sőt, komplett kukkoldát is lehet bérelni. Ez a cég, vagy az ilyen típusú cégek leszervezik neked, hogy fejenként 10.000 forintért ti az egész pipsót kivegyétek, és 10 ember kell hozzá, és ott akkor 10 ember kukkolja ugyanazt a lányt. Ez egy nagyon népszerű szolgáltatás csomag. Csak a kultúra. Megrendelhetsz például ezen cégeknél magadnak sztékvacsorát. De egy unalmas sztékvacsorához ugye, hát most a zöldbors mártás sokat nem ad hozzá, ezért közben lányok egy másik asztalon játszanak. Érdekes egyébként, hogy bármit rendelsz, mindig vannak mellé lányok. Igen, plusz 10.000 is. Igen. Menj el lőni, mesztele lányok hozzák vissza a lőszert. Menj el kukolni, mesztele lányok táncolnak. Menj el, legyél meg egy jó sztékvacsorát. Mesztele lányok teszik egymás boldogat. Mesztele lányok is. És kiderült, ezek a cégek azt mondják, hogy modellek és pornósztárok közül is lehet választani. Aki már nyilván nem csak táncol, ugye jól érzem. Jaj, Feri, hogy lehet, hogy is, itt a kultúra. A kultúra a lényeg, ez egy kultúrált szolgálkozás, csak vannak ott lányok is. Most azt nem értem, hogy ehhez miért kell Budapestre jönni, ezt még az angolok nem ismerték föl, hogy veszel 2 darab limuzint, vagy azért jössz te, hogy a feleségeddel ne fussál össze a limuzinban? Hát egymásrészt meg a pénzügyi vonzata, gondolom, hogy tized annyiért jutsz hozzá itt mindenhez. Most az a nagy csattanó, hogy te nem tudod a feleségeddől striptizel, és ilyen munkát vállal, ő meg nem tudja, hogy te ilyen szolgáltatást veszel, így mert elmész egy limuba, és összefuttok. Te mit csinálsz itt? Vagyok a meglepetés. Nekem? Szóval ahhoz, hogy egy férfi kirúgjon a hámból, ahhoz el kell menni külföldre? Ott vagy a legnagyobb biztonságban? Nem külföldre, Budapestre, a Tudomány és Kultúra fővárosába, hiszen itt ez egy kulturált tevékenység, csak vannak lányok is. Tehát itt múzeumlátogatás van csak lányokkal, sztékvacsora lányokkal. Múzeumlátogatás alatt azt, hogy egy kör a hősök terén a limóval. Várj, én most nem vagyok nagyon öreg, meg nem gondolkozom nagyon öreg, és de leszállsz a repülőről, csomag, kicsit fáradt vagy, utaztál 3 órát, stb. Bevágodsz egy limóba, és azonnal az arcodban nyomnak egy mellett, és valaki ott már azonnal táncol neked, miközben jössz a festő egy gyorsforgalmi úton. Igen, azért, jó esetben legalább együnk valamit előtte, nem? Vagy legalább harapjunk valamit, vagy ígyunk valamit. Hát vagy... ettél a repülőn. Hát és a fapaddal jöttem. Akkor is, csak vettél egy szendvicset 3 euróért sajtosat, meg ők nem esznek. Tudod, náluk a folyadékbevitel a fontos, tehát mire ők leszállnak a Ferihegyen, a reptéren, a Liszt-Ferencen, addigra már szerintem csatakrészek mindenki, de ténylegesen csatakrészek, bevonszolják magukat a limóba, és ott kezdődhet a buli. Olyan közhelyes pasi szórakozás ez. Úgy egyébként, nem? Undorító. De valahol megvan. De valahol mindig is annyira jól hangzik. Ha nekem essen legénybúcsúm lesz, az a szép művészeti múzeumban lesz. Untassanak csak. Igen, az a múzeumból készakáján legyen valahol, nem a műcsarnokból át a szép művészet. Nekem nem sokára lesz házasság évfordulónk, én ezt fogom kérni például. Nem utazok ugyan sehova, de kimegyek majd oda a Ferihegy-2-re, és akkor hagyja, hogy küldet nekem egy limót. Szerveztem én olyan legénybúcsút azért ismerősnek, amikor limuzinnal érkeztünk. És voltak benne? Dehogy voltak. Azt hogy gondoltam. Lettek volna már? Gondoltam, hogy nem. Dehogy voltak. Isten, eredeti munkácsi, mi? Így jártuk a múzeumok éjszaka. Azt végig. Semmi nem volt, ültünk hatan. Milyen gyenge a limónak a teteje, ezt a krómrúddal meg kellett erősíteni középen. Na nézd, akkor most is lejutasd már meg nekem az ásítóinak. Ez nagy klasszikus. A kutyapályát, igen. Na, hát van a történetnek folytatása, de nem tudom elmondani adásban. Júli, hello! Hello! Te felhívtad ezeket a cégeket, hogy nyilatkozzanak nekünk, hogy még milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire fantáziadúsak ezek a programok, mert hogy csajok vannak, limuzin van, totál közhely. Tényleg nagynyelű lányok táncolnak egy limuzinban, de unalom. De hogy alapjában miket kérnek még a külföldi férfiak? Sikerült ilyen cégeket elérned? Vagy milyen pervers kívánságaik vannak most nyilván, ami elmondható? Hát akkor bajban. Sikerült céggel beszélni, akik nem akartak nyilatkozni? Igen, sikerült céggel beszélnem, és igazából tehát ez a képzeld el a legperverzebb fantáziáidat, és szorozd be kettővel. Nem, akkor a brit nem kell csapat... elképzelni, ebbe így. Láttad, mi van a fejemben. A repülőgépről csatak részegen, és beszállnak a limuzinba, és brit férfiak. Igen. Onnantól kezdve kezdetét veszi a erezd el a hajamat. De hogy 3 napig itt vannak, 3 napig mocsok részegek, és tulajdonképpen... Ezek hát, legény búcsuk, vagy születésnapok? Tehát ők ide jönnek. Az a lényeg, hogy egy ilyen bulit Magyarországon a töredékért tudnak kihozni. Nem azért jönnek Magyarországra, mert Nagy-Britániában nem tudnának lebukni, vagy nem buknának le, hanem az a lényeg, hogy ide jönnek, és 20-ad annyiból
striptiz lányokat fontosnak. Hát meg szépek a magyar csajok, azért nem felejtsük el, tehát aki járt Angliában, láttam már angol nőt, hát kicsi, ronda, szeplős, kövér. Tisztelet a kivételnek. Olcsó, csak nem nyúlnék hozzá. Tisztelet a kivételnek, nem jó, nem szépek az angol nők, nem annyira szépek, tehát a magyar lányok sokkal szebbek. Hát a striptizbárban nyilván nem a kövér, szeplős táncol. De milyen programok vannak? Tehát mivel próbálják ezt feldobni, hogy valahogy azért a három nap alatt kiszálljanak abból a limuzinból? Van valami, amikor te elmennek AK-47-esen lőni? Igen, vannak szervezett programok, lehet tankot vezetni, lehet... A teljes elbutulás, én ezt imádom. Paintballozni, viszik őket ilyen-olyan akvaparkokba, hogyha akarnak. Biztos, hogy rengetegen jelentkezek akvaparkra. Igen, mennyi, nagyon jó program. Törhetnek autót, törhetnek szélvédőt, tehát ilyen bármit tudnak teljesíteni. Illetve elmentek az operába és a Szépművészeti Múzeumban, és hogyha kedvük tartja, de nincs hozzá kedvük. Nincsen nagyon hozzá kedvük. És hát nyilván azért a turisták, ezek a fiúk is előállnak kívánságukkal, amik gyakorlatilag a teljesítetetlen kategória. Hát persze aztán nyilván hát nekem azt mondták, hogy nem teljesítik aztán, hogy aztán nyilván. Hát van olyan, ami elmondható, ami nem ronda, tehát úgy el tudod mondani, hogy nem, tehát nem nincs benne semmi szexuális tartalom, hát, csak finoman. Mi ez a gerjedelem, de hogy ez a nagymama vonal, ez miért jön? Ne, tehát megjön az angol jó, csapat, leszáll, és azt mondja, hogy és akkor jöjjön a nagyi, és akkor jön a nagyi. Sütöttem pálmás pitét, a nagyobb, hagyjuk a sütit, nagyikám. Ez én valami másra vágyom, friss pitére. Húros nincs? Te talán... Ne. Maradjunk a megyesnél. Tehát a granny, nagymama. És nagymama limóval megy, vagy nagymama ott van már a lőtéren? Vagy nem, ő BKB-ban. Hát a nagymama nehogy már limóval menjen. De gondolom, amikor haver megtréfál, leszállsz Angliából, Feri egy-kettős jön a limó, azt hiszem, hogy brutál jó csal, leszállsz, és egy ilyen, ez jó napot, arányom, engem kért a Johnny. Hello, my name is Erzsébe. Vagy azt hiszik, hogy megjött a megrendelt special guest, meg csak arra jár egy néni, és berátják a limóba. Na meg is jött, itt van, na gyerünk. Viszed innen a kocsit, a gurulós kocsijában. Nagyon ütlek a botomba, ha nem engedsz ki innen. Nagyon szabos a mama. Rendőr vagyok, egyszer csendháborításhoz kellett kimennem másodmagammal, egy lánybúcsúba csöppentünk, 15 részek csaj visítottak, sikítoztak, amikor megláttak minket, azt hitték, megjöttek a Chippendale fiúk. Végül is nagy nehezen sikerült őket megfékezni. Van egy hallgatónk is, aki limuzin sofőr, haló, jó reggelt. Tényleg durvábbak a csajok, amikor elmennek bulizni? Durvábbak, igen, ez inkább elmenni, hogy kezdődik egy fiú buli. Az abból áll, hogy beülnek a limuzinba, vagy egy legénybúcsú, mindenki el van kenődve, vagy nincs nő, szeretnének inni egy sört, beasztanak, esetleg felihányják a limuzint, és akkor ennyi volt egy legénybúcsú. Ehhez képest lánybúcsú úgy kezdődik, hogy fel vannak készülve, a csajok tényleg tök rendesek, is szallag minden, game over, akármi, ilyen kis szallagokkal, és akkor kezdődik a féktelen italozás. Most a limuzinban, mint a Balázsóban is, nem tudom, ismerős a számodra ez, van egy fal az utastér és a pilóta között. Igen, hogy te felhúzhatod, és akkor nem látsz semmit, hogy mi történik hátul. Ez egy dolog, de ezt többször mentettem meg az életemet, mert nem egyszer volt olyan, hogy egy nagy káoszban kocsikázva arra lettem figyelmes, hogy azon az átadó ablakon kb. 3 lány átfér, az 6 kéz, és ez próbál így valahogy kihámozni engem a nadrágomból, miközben én próbálok vezetni. De hát ez csak egy ilyen light, azt kezdődik. Tehát a lányok kicsit beindultak, nem volt pas, és azt mondták, hogy akkor nincs más, mint a sofőr. Igen, megelégtenek a házival is. Volt olyan valahogy, azt mondtad, hogy jó, egyszer élünk, behúztad a kéziféket, hátramentél, felrántottad az ajtót, és egy indián fejessel beugrottál a limuzin hátsó ülésére. Volt ilyen? Volt, persze, de aztán ebből nem lett olyan vadulás, mert azért amelyik kutya ugat, az nem harap, tehát azért az jellemző, hogy ilyen csordába, aztán így szétszéled a bátorság, jó poénnak veszik meg egy pár ilyen fotó, de nem lett egy ilyen kovi produkció belőle. Aha. Pont ezen a lánybúcson történt az, hogy a Bécsi úton álltam a pirosnál este, és hát csak fölgyulladt a belső világítás, amiatt az jelent, hogy valami ajtó ki van nyitva. És akkor néztem a tükörbe, hogy a lányoknak nagyon kellett már pisilni, épp a gyors étterembe igyekeztünk, ahol nem tudták fölfogni, hogy miért nem tudunk beállni a McDrive részére egy 9 méter. Ja, mondták, hogy légy, akkor állj meg a drive-nál. Mondtad, hogy lányok, ott van egy szűk balos kanyar, az picit nehéz lesz oda. Igen, mondani, hogy a sorompai betoktorlat, de se tovább. Na, és akkor fölgyulladt a lámpa, és arra vettem figyelmes, hogy aki nem bírta ki a gyors étteremig, az ott a Bécsi út kellős közepén a belső sávba kiugott az autóba, és neki állt kisülni. Jézus! Ennek a többi lány is felbátorodott, és azt gondolták, hogy a busz megállóba beülnek, ahol a váró padra ráülve folytatták a pisilést. Hát a szembeálló buszsofőr az így konkrétan harapta a mikrofont a buszba, annyira sírt a röhögéstől. Én meg csak így nyomtam egy elakadási jelzőt, hogy azért mégiscsak az út közepén állunk.
És akkor belül is nagyon szétszedik a limót, tehát romok vannak, másnak szétszedik, mi? Teljes mértékben. De ez akkor nehezebb elviselni, mint a pasikat. Sikítoznak, sivitoznak, őrjöngenek, tehát ez szörnyű lehet. Két napig autóba se üsz. Minden kollega előtt le a kalappal, aki ezt csinálja. Igen, kemény meló. Szóval az a szépség részt, amit elképzeltek, az oké, de annak ára van. Köszi, hogy elmondtad, csáó! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Akartam neked ajánlani egy cukrászdát. Tényleg? Igen. Nem gondolod, hogy nem ismeri az összeset. De messze van, szerintem nem. Csak nagy sokára érnék vissza ezért. Nem, képzeld el, hogy van egy fodrászüzlet a Keleti Károly utcában. Igen. És a Keleti Károly utcai fodrászüzlet mellett én betévedtem ebbe a cukrászdába, és kiderült, hogy valami 6 vagy 7 dínyertes sütijük van. Figyelj, olyan cukrászda, hogy szerintem te már a bejáratnál elsírnád magad. 6-8 sütit ajánlottak, mondtam, hogy köszönöm, nem, én 2 darabot viszek, azt is a Viki fogja megni, nem, félkrémes, és én egy hétet csöcsre vágom magam. Aha, tudom. Ismered? Nem ismerem, a névről ismertem már őket. Általában az év francia krémese vettem belőle egyet, felfoghatatlan, hogy mit csinálnak. A zserbóból adtak egy falatot, vágtak oda, döbbenetes, vittem egy ilyen trüffeles valamit, hihetetlen, és gondoltam rá, hogy na, én aztán ritkán ajánlok neked valamit, teszek még egy utolsó kísérletet. A minőség felé, hogy nyithass? Hát nem, hát, tényleg ízlik. Figyelj, menj el! Kóstolj meg! Elmegyek, megnézem őket. Őszintén mondom, hogy a málnás browniuk, illetve a meggyes áfonyás csoki tortájuk, tízig meg vagy. Az felkeltette az érdeklődésemet. Igen, tízig meg vagy. Erre ti egyébként hétvégén szerveztek egy kétnapos kulturális programot. A Keleti Károly utcai templombejárás, a rózsadombi vármaradványok. A biztonság kedvéért kimosatom a hálózsákomat is, hát ha ott alszunk. Szerintem pénteken beugrom. Minden friss legyen. Hallottátok? Készüljetek! Tudod, és most a cukrász kezé egy megremeg. Leöntött egy fél kilóval több cukrot a Weilingbe, hogy jön a Jani, tudod, az ország cukrászda tesztelője. Csak mondom nektek, hogy ugye sokszor az a vád ér, hogy nem merek mondjuk hogy nyíltan adott esetben konfrontálni akkor sem, hogyha valami nem tetszik. Uh-huh. Most ez nem az a műfaj. Tehát így ez viszont könyörtelen vagy. Tehát most a múlt héten is intéztem már egy telefont egy kávézóba, igen, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal. Nem, hát konkrétan az történt, hogy szerintem nem volt friss a torta, és már gyakorlatilag ki volt fehéredve rajta a csokidara, hazavittem, meg elfogyasztottuk ebéd után, és én őszintén gondolom azt, hogy a desszert az étkezésnek a csúcsa. És betelefonáltál? És betelefonáltam. Oda telefonáltam, és megmondtam nekik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tartatatlan állapot, és hogy méltatlan a helyhez. Méltatlan a helyhez, nagyon nagy csalódást okoztak, és akkor mondták, hogy ha legközelebb arra jön, mondom, nem a potyasütért csinálom. Azért csinálom, hogy ez többet ne forduljon elő, mert még egyszer előfordul, többet nem. De megyen. Mondod, hogy ki vagy? Tehát, igen. Sebestyén Balázs. Igen, mindig mondom. És kivel beszélsz ilyenkor, a cukrász vezetővel, vagy ott egy pincér veszi föl? Nem, fel oda telefon, és mondom, hogy jó napot kívánok, Maltnál Zsófia vagyok, és azért jó, meg egy Szél Tamás vagyok, és azért telefonáltam. Bárki, aki felveszi. Bárki, tehát nem kérem így a cukrásznak a vezetőjét, vagy mit csinálnak vajon egy ilyen telefonát? Leteszi, és azt mondja, jó, persze. Vagy tényleg elmegy a cukrászmesterhez, vagy azt mondja, hogy nézd, mondjuk idősebbnek hall, és azt mondja, a Véntrojtnak sincs jobb dolga, tudod, itt reklamálja a helyet, hogy mit komolyan vehetik? Az, hogy egyébként cukrászdája válogatja, nem? Nem hiszem, hogy leesik majd neki a tantusz egy vagy két hét múlva, vagy három hét múlva, hogy én nem megyek oda többet, de talán. A másik meg az, hogy ez miattam fontos, érted? Én el akarom mondani, azt akarom, hogy legyen visszajelzésük, mert sok esetben tényleg olyanok az emberek, hogy nem mondják el. Tehát, hogy hát jó, most nem volt annyira friss. De várj, mi a mozgatórugód? Én rendelek egy pizzát, nem ízlik, nem jut eszembe az a mozgatórugód, hogy utána jobb legyen, vagy hogy kibeszéld magadból a kajálás közben okozott mind a csalódást, mert ugye ti arra rákészültök, megterítetek, fölöltöztök, tehát leültök. Nem úgy, hanem tudom, hát a Janinak az édességevés az egy szeánsz. Tehát az egy rítus, nem? Hát te nem a hűtőből eszed ki a francia krémest, megterítesz, fölöltözöl, imádkozol, gyertyát gyújtasz, és utána leül a család. Kezdett lábad mostatok? Na, akkor jöhet a francia krémest. Csak úgy nem nyúlunk a süteményhez a Janéknál. Tehát mindenki ugrik valamire, nálatok ugye a desszert elfogyasztása kör. És akkor már kaja közbe telefonálsz, vagy megeszed, és utána? Utána? Utána. Megtöröm a számot, és már most is így történt, megtöröltem a számot. Mentem fel a telefonért, igen, mentem fel a netre, megnéztem a telefonszámokat, utána pedig már csörögtem is be. Elmondtam nekik, hogy óriási hangnemben beszélsz. Teljesen normális, így ahogy most. Jó napot kívánok, 2 óra ezelőtt vásároltam önöknél 2 tortaszeletet, egy narancsos trüffel volt egyébként, 2 narancsos trüffelt, és őszintén szóval nagyon nagy csalódás volt a süteményük, szerintem állott volt. Igazából én azt gondolom, hogy
ezt nem engedhetik meg maguknak, egyrészt azért, mert 700 forintot ne kérjenek el egy olyan torta szeletért, ami zseni vagy állott. Hát másrészt ez megint egy újabb dolog, amit nem tudtam. Nagyon kétek, jó. Nem csak magam miatt csinálom, hanem miattatok is. Én a vásárlót, a fogyasztót képviselem, nem. Nem szubjektív, ahogy, hogy ami nekem ízlik, az lehet, hogy nekem nem ízlik. A penészes az nyilván az egy exakt dolog, tehát az mindenkinek penészes. Erre ugyanúgy rácsúszhattok ti is. És azért nehogy érted, hogy ajánlok valami cukrászat, aztán mondjuk, amiket én ajánlok, ott nem történik ez meg, de... Istenem, add, hogy ez most jó lesz. Azt tudod, hogy véged van. Egy süti legyen jó, tényleg, tehát gyere be úgy hétfő, hogy figyelj. Meg nem lehet. Igazadban 10-ből 8-ból azt mondta, hogy ez vagy nem volt olyan, egyre, ha azt mondod, hogy ez most jó volt nekem, az már akkor öröm lesz. Francia krém, valamit mondok, hogy én küldtelek, vagy nem tudom, bármi. Félértések elkülönöse véget, ez a cukrászdáknak is egyébként egy nem csak hogy kötelességük, hanem nagyon komoly érdekük. Két-három sarkonként van egy cukrászda a városban. Hát valójában nem valami olyan veszi föl, aki lerakja, és azt mondja, jaj, és megy tovább. Tehát, hogy figyeljetek, nagyon sok hely, mondjuk így szájhagyom, mondjuk útján reklámozik a leghatékonyabban. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez jó, az jó, amaz jó, te meg elmondod még két embernek, az megint két embernek, gyakorlatilag mint a piramis játék, csak ez legális. És rengeteg emberhez eljut egy helynek, egy jó helynek a híre, így én is nagyon sok tippet kaptam, lásd most is például tőled, úgyhogy nem mentem fel a netre, nem néztem különböző toplistákat, stb., bár én ilyeneket is szoktam. Cukrász toplista. És figyelj, a jó hír, meg a reklám, meg az ajánlás, az ugyanúgy terjed, mint a rossz. Tehát, hogyha én adott esetben mondjuk kétszer csalódom egy helyben, akkor... Nem, azt megértem, hogy nem mész. Én sem megyek, rendelek egy pizzát, nem jó, nem adom meg az esélyt, de nem lenne rá energiám. Figyelj. Tehát mindenki valahol nyilván kiél valamit, nem tudom ki a közlekedésben, ki egy-egy ilyen telefonban. Egyszerűen nem lenne rá energiám fölhívni a pizzériát, hogy figyeljetek, odaégett, nem volt jó, úgyse kapod vissza. Tehát, hogy nagyon nem tudnám ezt megcsinálni. Én egy picit bolond vagyok, meg fanatikus is, meg hála Istennek megengedhetem magamnak azt, hogy mondjuk így rendszeresen fogyasztunk ilyen minőségű cukrászipari termékeket, de mi van akkor, hogyha például egy nagy családos hetente egyszer, mondjuk, aki hetente egyszer engedheti meg magának, bemegy, azt vesz magának, mit tudom, meg a gyerekeknek 6 vagy 8 szelet tortát. És ez neked egy szabadságharcod a cukrászokkal? Egy kicsit ez van az ászlajára írva. Egy orláni szűzként így mész, és harcolsz ellenük velük kivont karddal? Igen? Érdekes, nem, én soha nem telefonáltam így. Fegyvere a villa és soha. A telefon. De én látom, hogy bemész valahogy, hogy összerezzen. Szerintem ez tök jó. Figyelj, a paraszkönyved, tudni a paraszkönyved, itt van. Megjött. A legjobbat adjátok neki. A süti killer. És hogy nézik az arcodat, ahogy így elfogyasztod a krémest, állva ott az asztalnál, tudod, kis kávéscsészével. Nem csak én, senki más sem érdemli meg azt, hogy állatsüteményt kapjon a pénzért. És miért nem merünk szólni akkor? Vagy lustaság van, hogy nem? Franc hívja fel. Nem, hát becsomagolják, elviszed, nem ízlik. Hát én azt mondom, hogy így jártam, ez most nem volt jó. Tehát én magamra veszem azt sokszor, hogy nem ízlet. Ha most penészes, büdös, rohadt, akkor igen. De ha nem ízlet, akkor én nem azt mondom, hogy az ő hibájuk, hanem azt mondom, hogy nekem ebbe ez az elkészítési forma nem ízlet. Ha nyilván viszel 4 sütit 4000-ért, és nem tudom, hogy 3000-ért, 1500-ért, és mindig penészes, akkor kicsit élek a helyben. Tehát akkor az ember lehet, hogy még oda is csörög. De például van egy száraz csoki torta, és én veszek valahol, és azt mondom, hogy ez nekem nem ízlik, akkor én azt gondolom, hogy ez az én ízlésem szerint nem jó. Hát, érted, azért mire gondolok? Olyan, oké, de vannak olyan standardek. Ha penész van rajta, akkor igen. Az érthető. De aha. Van olyan. Ha ízében nem ízlik, azzal nem tudsz. Nekem én szeretem a krémesebbe, azzal nem tudsz reklamálni. A frissesség az teljesen alap. Tehát száraz volt a süti. Most egyébként a kerületünk egyik legjobb nevű cukrászdát például fél éven keresztül bolykottáltam. Mondom. És elmentél előtte villaműsor, és azt mondtad, hogy még mindig nem jövök? Várjatok csak! Nem állt a kirakat előtt egy kicsit így. Na, nem megyek be! De csak a te fejedben bojkott, nem? Nem. De náluk ez valódi bojkott? Hát észrevették, hogy te nem mész. Hát mivel írtam egy levelet is neki. Nem. Várjál, postán vagy e-mailben? E-mailben. E-mail? Fia, ez nagyon kemény. Tisztelt cukrászda! Tisztelt cukrászda. Eddig stimmel. Egyes pont, igen. Igen, kettes pont, hármas, és a négyes pont. Nem, és most önöket június 31-ig engedjék meg, hogy ne látogassam. Tiszteletem, Vadó János. Először felsorolta, hosszasan méltatta a régi érdemeket, és leírta, hogy ő 10 éve törzsvásárlói. Igen. És ha azt a pénzt, amit ő ide behozott, összerakná, akkor egy budai villa ára lenne belőle. Na most feltörted az e-mail fiókom. Honnan tudod, hogy mit érte? Ezt írtam egyébként szinte konkrétan. Gondolom, eszészerűen kibontottad a minőségromlást, és a végén összegezted, hogy te bojkottálod őket. Igen, és nagy szeretettel, tisztelettel, Vadó János. Most egy ideig pihentetem a kapcsolatunkat így egymással,
elcsúsztak sajnos a dupla tesztet. És nem írtak vissza, hogy ez nekünk se nagy baj. Legalább nem izgulunk minden nap, hogy ízletesítem. Nagyon korrekt, válaszoltak levelet kaptam, egy válaszlevelet, és azt mondták, hogy azt írták, hogy nagyon sajnálják, hogy voltak ilyen negatív tapasztalataim a helyjel kapcsolatban, és nagyon remélik, hogy legközelebb ez már nem fordul elő, és újra majd a vásárlók közönségük között üdvözölhetnek engem is, és kis csapatomat. Hálas, azt nem írták, hogy mindent megtesznek azért, hogy ez ténylegesen meg is történjen. Nyitok egy cukrászát egyszer, ne hagyj, én titokba tartom. Hát, az lesz a neve, Janine. Janine. Jani mentes, tudod? Jani mentes a vezető. Jani ne. Jani, hagyj fel mindenre, Jani ne. Igen. Voltatok már a Janine cukrász, de van Janine. Ez nem Janine, ez Jani ne. Jani ne. Jani kíméljenek. Ez az a cukrászda, ahol én beírtam, hogy kietlen vidék, nem tudom, de maga a cukrászda az oázis. Ja. És arra te válaszoltál nekem? Mit? Egymások üzengetni. Igen, üzentem neki, hogy beírtam, ülői úton már, és beírtam, hogy nincs a kietlen vidék, és nem tudom is milyen szörnyű hely, de hogy ez egy oázis ebben a szörnyű helyben, mint egy ugye utalva arra, hogy egyébként milyen szörnyű helyen van, mert mondtam, az a hely a szörnyű, ahol te lakszod, visszajöttek. Én hónapúval mentem, és látom, hogy Jani válaszol. Kietlen vidék, tudod, így jött Lőrincről. Észrevettem a bejegyzését, ahogy jártam. Ő ment egy hónapon, és észrevette, hogy én beleírtam, hogy ezen a kietlen vidéken, itt a sivatagi körülmények között, ezen a lepusztult helyen, ugye? Voltál itt a kollégája is nemrég. Mondom, igen? Na nézzük, mit ért. És látok kietlen vidék, és visszajött neki a kietlen... üzengettünk egymásnak a vendégkönyvben. Figyelj, amikor a Móni egyébként mit csinál? Tehát ott áll a hátad, mert apácska tetted le. Ne csinál! Vagy amikor ott vagytok egy cukrászdában, és akkor ízlet, uram, mondjuk valaki nem ismer. Hát, ha már így megkérdezte, mondott te, akkor elmondanám. Jön egy ilyen 4 órás előadás, és Móni közben mit csinál? Nem, hát náluk ez... Ki hátrál, vagy iszik egy opresszót a sarokban? Ez nem köztudomású, de nálunk azért többé-kevésbé ugyanaz a helyzet, mint nálatok, hogy én vagyok a gyutacs, ő pedig a betonromboló. Tehát, hogy ha de cukorban vagy sütiben, nem mész vérre. Igen, de én csak pukkanok. Tehát, hogy amikor Móni robban, akkor már nagy baj van. Tehát, hogy akkor már én is menekülőre fogok. Ha ő így, akkor... Igen, ő a keményebb. De ő is reklamál a sütiért? Tehát ő, ha neki nem ízlik, ő is? Vagy azt mondja, hogy apácska, igen, de ő beleáll. Tehát, hogy az a baj, hogy neki elkezd így vibrálni egy ilyen ideg. Hát ez nagyon kemény. Ő nagyon ez nagyon kemény. Hát a virág meg a legjobb, ő meg így ellöki magától a tenyét, és azt mondja, hogy jó, hát ha ilyen szülőkön szocializálódott. De tényleg, de hát egyszerűen azért, mert tényleg olyan, csak ő nem ilyen körülményes, mint én. Kedves üzletvezető. Ezt figyelj. És volt már, hogy egy francia krémes beírtál a panaszkönyvbe? Olyan is van? Hogy mit adhatok? Egy presszó kávét, francia krémest és a panaszkönyvet. Vagy csak e-mailt írsz, vagy betelefonálsz? E-mailt szoktam meg egyébként szóban, hogyha megkérdezi, hogy milyen volt. Tehát régen nálam is ez működött, hogy milyen volt. Nem volt rossz. Tehát, hogy most már nincsen ilyen. Most már könyörtelen vagy, mi? Akkor elmondom, a zahártorta mellé szoktak egyébként tejszínt is felszolgálni, a tejszabot is jobb helyeken egyébként. Bécsben is, de nyilván még nem járt. Jézusom, de utálnál. Túloztam. Én sem voltam még Bécsben. Mennyi aztán, ez is süssé magadnak, tudod? Arra emlékszel a kis közös vacsoránkra, amikor elkövette a pincér azt a hibát, hogy megkérdezett Janit meg engem, hogy milyen volt a vacsora. Én elég nagy szájú vagyok, de én szemlesütve ültem. És én csak már jött a pincér, és én elsuttogtam, hogy ne kérdezz meg. Uram, hogy is lett a vacsora, tudod, és így belemértem a telefonomba. Mert megkérdezte, hogy ez, és kérdeztem, hogy mit akar tudni, hogy kedveset akar tudni, vagy az igazságot. De nem, várjál, nem, az úgy volt, hogy én ültem csöndbe, én a nagy szájú, aki ebből a műsorban mindig a legbunkóbb, nem nagy szájú, azt mondtam, finom volt, köszönjük szépen, erre Jani jött egy kis fél órával, és utána te még bevittél valami olyan kegyelemdöfést a végén a kacsára, vagy nem tudom, mire. Megkérdezte, hogy milyen volt. Pécset voltunk, emlékeztek? Igen. Jött egy ilyen, hogy ízlet, milyen volt? Mert megszokta azt, hogy még megkérdez, és azt mondják, hogy jó, köszönjük. Én voltam ez a nagyon finom köszönjük, mondom, menj, menekülj, te szegény. Hagyd itt ezt az asztalt, szaladj! Erre te már robbantál, ugye? Miután a te kajádat hozták ki utoljára, Jani robban. És aztán hát kérdően még a Feri felé nézett, igen, hogy hát ha majd az, aki ugye sütfőz és ért hozzá, kap egy jó szót, és ott még 3 olyan mondatot kapott. Hát leültettük ma. Na tesó, figyelj!
Hát én persze, nekem utána csak annyira volt erőm, hogy... Mert kihozta, és én nagyon büszke volt, és ugye megkérdeztem, én mindig meg szoktam az ilyen helyeken kérdezni, hogy mit ajánl. Tehát, hogy mi az, amit jó szívvel ajánl nekünk, illetve amit ő is fogyasztana. Aha. És hát ott ugye az volt a helyzet, hogy hát... hogy is mondjam csak, tehát hogy akkor azt hiszem, hogy azt jeleztem neki, hogy ha maga is szereti a porból készülteket, akkor tényleg, akkor gratulálkozízéséhez, és akkor neki ahhoz éves jó volt. Tehát, hogy de... Én nem tudom, én valahogy nem vagyok ebből őszinte. Lehet, hogy gyávaság, nem tudom. Én azt mondom, hogy finom volt, köszönöm. Meg nem ott, hiszek volt benne, hogy meg pár tudom. Kör, hogyha emlékszel, tehát, hogy nem, tehát, hogy rendőrök, és mégis kiderült, hogy mégsem volt, és akkor vártam már fél órát, és akkor már az egész már, mire kihozták az egyiket, addigra kihűlt a másik, tehát, hogy az egész ilyen fura volt. És sosem mondom el, soha. Nincs bátorságom, vagy nincs bátorság. Javítasz rajta, hát jobb lesz a hely tőle. Nem vagyok biztos. Hát én abban sem vagyok biztos, hogy a pincér egyébként, amíg bemegy a konyhába, elmondja a szakásnak, azt mondja, jó, majd hülye agyámborra volt mennyi. De nem tudom, hogy ezzel valóban elérsz-e valamit. Én szeretem ezt, a milyen volt, köszönjük, legyünk túl rajta, fizessünk, menjünk. Meg hibázott egyébként a pincér. Mert már szegény akkor, az azóta bánja, én akkor, amikor a ültem, pedig nem szoktam. Mert a Feri megtörölte azt át, és letette egy szalát, és picit ilyen félodosan ismerjétek ezt, egy picit egy félodosan egy hátradől. És elereszt egy ilyen finom sohajt, az egy, na ott kell meglépni. Tehát akkor ott nagyon gyorsan vissza kell menni a mosatlanokkal a konyhába. Egészségére, uram! Mondom, én láttam a pincért jönni, és már csak annyit sútottam neki, hogy te szegény, ne kérdezzünk, menj, szaladj, te ártatlan, itt vagy, most még mehetsz, most még elengednek. Tudtam, hogy itt ülök két éven beret, hogy Jani is mindig ízekre szedi a kaját, te is, tudod, nekem mindegy volt, hogy mit. És ha nagyon jó, akkor ezt a cukrászdát. Nem is ott van. Ugye? Felejtsd el, engedj, nem akarok rájuk szabadítani egyéni időt. Michelin ellenőr, tudod, ott állja 3-4 óráig elemezve, és engem szidjanak, hogy kösz Balázs, miért nem tudtad ezt titokba tartani? Neked írnak levelet, kedves Balázs, köszönj, soha többet. Tegnap voltam ott, bezártak. Csődbe mentek, ne menjél oda. De nagyon szimpi egyébként a honlapjuk alatt. És most hány cukrászával vív szabadságharcot? Tehát most kivel, ki, most seregeit hol állnak harcban? Ez a vagy a hét elején volt, vagy a múlt hét végén volt ez, amikor beírtam nekik. Most nincsen semmilyen probléma. És a fél évből még mennyi van a büntiből, amíg minden nap megbünteted? Most megint megyek hozzájuk. Megint mész oda? Most megint megyek, mondom, csak fél év. Nem tudom, hogy nekik jó hír vagy nem. Tehát ugye most inkább örülnek. Igen? Szeretnek egyébként. Szeretnek, a műsort is nagyon szeretik, mindig dicsérik a pincérek. És váratlan látogató vagy, mint egy Michelin ellenőr, vagy azt mondta, hogy gyerekek, hétfődére megyek. Tehát ennyi előtt azért adsz nekik, hogy legalább friss legyen a krémesség. Vagy fölhúzol egy csúkját a fejedet. Hogy mész? Váratlanul? Váratlanul. Igen? Váratlanul. Nem mondom meg nekik előre, mert akkor fel tudnak készülni. Nem lepődnék, mert bevennék egy cukrászába, és kint lenne az arcod egy ilyen bekeretezett képbe a pincéreknek, hogy ha ő jön, tudod, az extra sütiből adjatok. Atya Isten. A Michelin csillag után Jani kereszt, vagy nem tudom, vadom. Valami, igen. Valami. Egy ilyen izét, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen körszakálas koponya. És három koponyás hely, az már nagyon jó. De te telefonáltál be, hogy nem ízlett? Valaha. Hát rendezd egy pizzát, bementél egy cukiba, nem volt jó. Beleállsz, nagyon nem állsz bele, mert a Pécset beleállt. De én helyen mindenhol beleállok. Igen? Ha megkérdezik, akkor tényleg tök őszintén elmondom. Sőt, úgy is elmondom, ha nem is kérdezik. Én is azt gondolom, hogy azért ez a pécsi pincér se provokált annyira, hogy Feri, mondjon már, Feri, ugyan mondjon már valamit. Tehát, hogy alig várthatod, hogy csak sohajtson egyet, és elmondhat. Várjál, ő megkérdezte, hogy milyen volt. Én azt kérdeztem, hogy mit szeretne hallani, az őszintét, vagy gyorsan essünk túl. Ja, és tényleg, ő mondta, hogy volt egy ilyen körülmény. Én itt így csúsztam le az asztalon. Nem, a szobámba vacsoráztam. Legyünk túl gyorsan rajta, vagy mondjam el azért, hogy ő az igazságot. Na mondom, akkor figyelj. És akkor ez kívülről nagyon-nagyon-nagyon furán néz ki. Tehát, hogy kívülről ilyen nagyon rettenetes. Nem mondhatod, de fizetsz egy valakit. Én nem mondhatom valakire, hogy nagyképű, de kívülről azért mit akar tudni? Az igazat, vagy tudod, az őszintét is. Igen, de a jó vendéglátost azt érdeklelnie kell, nem? Ez nem egy rutin kérdés, milyen volt? Mondj valamit, meg se hallgatom. Az a baj, ha rutin, mert őt érdekelnie kell, hogy milyen az étele, hogy ízlett, és hogy milyen szájízzel megy el az ember, aki ott hagyta a pénzét. Tehát, hogy szerintem ez de én azt is elmondom, ha nagyon jó, sőt, az kérdés nélkül is elmondom. A múltkor voltunk Egerben, egy étteremben, és ott kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy menj tovább, ugye? Kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon isteni volt, ez nagyon szuper, és tényleg elégedett vagyok. Én azt is elmondom, tehát nem és csak úgy is elmondod, hogy még jön a desszert? Vagy csak a végén? Vagy azért félsz, hogy körbeállják a vaníliasodót? Ja, az csak a legvége fizetésnél. Ezért kérdezem, hogy mennyire vagy bátor? Tehát már a főétel után elmondod, hogy milyen volt a nem tudom mi, vagy de amikor megjött a desszert, és minden megittál, akkor mondod el, mert azért ott még
Gyerekek, egy van ilyen sodó a Ferinek. Ne gyerekek, hát tényleg ezért van az, hogy közbe kérdez. Jó ide. Ez nagyon okos volt. Szerintem legyél ravasz. A főétel után, ha megkérdezik és rendeltél desszertet, akkor dicsérsz, és utána mondod el az egész. Aha! Igen. Mert hogy az arra vonatkozik, ugye ha akkor megkérdezés, te azt mondtad, hogy hát kicsit nem így képzeltem el, akkor a vaníliasodó az hello. A somlói vaníliasodó grízpudin. De az jó, hogy nem a végén kell mondani. Végén kell mondani, és akkor igen, elmondod neki, hogy na csak, hogy értse, hogy miért forintra annyi az összeg, amit most átnyújtok önnek, mint amennyit ne, a számlászat. Ne, még ezt, ne, ezt is betolod, ne. Volt már ilyen. Jézus Isten, és rám mondtok ilyen dolgokat, hogy én hogy viselkedek, hogy én nincsen. Oda mondod, hogy forintra azért az összeg, nem merném megcsinálni. Na ennél például sokkal gyáva vagyok. És akkor... És forintra leszámolod, ha nem ízlet? Én még akkor is adok 10%-ot, mert sajnálom. Mert nem az ő hibája, a szakács a hülye. Én odaadom 10%. Tehát ő kihozta, beletette szívét, lelkét. Hát most a szakács hülye, azért a pincér, és forintra odaadod. Ebben mondjuk a kiszolgálás minősége is benne volt. Tehát, hogy ott azért a pincér is olyan volt. De mondjuk, ha nem tetszik a kiszolgálás, azt mondod, hogy és most megmondom, hogy miért forintra ennyi. Igen. Az nagyon bátor. Hát de basszus, tehát hogy az is hozzátartozik. Tehát például, ha még mondjuk hogy ha az ételeknek kemény. A minősége mondjuk közepes, de a kiszolgálás nagyon udvarias, nagyon érzékeny, nagyon jó fej. Én akkor oda százszor szívesebben megyek vissza, sőt visszamegyek, mint egy olyan helyre, ami mondjuk a Balaton felvidéken voltunk most tavaly egy helyen, ahol ami nagyon-nagyon hype-olt, sőt egy picit túl hype-olt hely is, és a kaják minőség nagyon-nagyon jó volt. Viszont a második alkalommal beugrottunk, és ide mondjuk asztalt kell foglalni, és lehetett is volna mondjuk asztalt teremteni nekünk, hogy egy picit rugalmasabbak. Azt mondták, hogy hát kint tessék, bent meg nincsen hely. Ja, jó, hát nagyon kedvesek vagytok, tök, hogy én marasztaltam. Kedvesen marasztaltak minket, nagyon szimpatikusak vagytok, hát ide se jövünk többet. Na, ott például így álltam hozzá a dolgoz, pedig a kajáknak a minősége az fantasztikus. Hú, de bátrak vagy. Csak picit a pincér mondjuk azt mondta, hogy hát jönnek ide, amúgy is tele van bent a hely, én nem fogok levenni azért két asztalt, meg két vagy három széket kint a kerthelyiségben, csak azért, mert ezek ide jöttek és itt akarnak kávézni, meg sütizni. Kíváncsi vagyok, hogy valójában tényleg mennyit tanul belőle. Egy étterem, egy pizzázó, egy cukrászda. Tehát nyilván fontos, de hogy az alkalmazott elmondja valójában. A főnöknek nyilván kell a visszajelzést. Ha nem tanulnak belőle, akkor alkalmatlanak erre a szóval. Nem azt mondom, hanem azt, hogy egy slendrián pincér elmondja a főnöknek délután, hogy változtassatok X-el, azt mondja, jó van, nem ízlet, na add borot, menj anyádba, aztán főzessé otthon, érted? Mert sokszor így gondolkoznak ugye a pincérek, vagy ezt gondolhatják, vagy bárki is bemenjen, jó van, hülye, ízni, persze, neked semmi nem jó, aztán mennyi. Nem? Tehát, hogy valójában egy hely tanul ebből. Én vagy egy pizzázót, ha visszahívsz. Állok, én nagyon imádom, ha oda jön valaki és elmondja, és én a srácaimnak is mondom, hogy gyerekek, mondjátok el a szakácsnak, hogy mit mondott hogy a vendég. Hát egyrészt azt is, de hogy mondjátok el, mert az marha fontos. Érted? Ha egy kicsit is érdekel az, amivel foglalkozol vendéglátósként, vagy szakácsként, vagy felszolgálóként, akkor pont ebből fogsz ez tanulni. Ez a helyes hozzáállás. Érted? Meg lehet rajta sértődni, hogy valamit elszúrtál, de hidd el, hogy nem a vendég a hibás, hanem te, vagy a szakács. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy nagyon érdekes dolog történik most az Egyesült Államokban, abból a szempontból, hogy ott még úgy látszik, hogy még mindig mennek ezek a biztosítási csalások, mert hogy van egy Andy House nevezetű ember, akit egyébként így hívnak, és ő 2009-ben vált világhírűvé, azzal, hogy egy Bugatti Veyronnal, hát tulajdonképpen senkitől se zavartatva, behajtott egy texasi tóba. És kiderült, amikor őt perbe fogták, hogy ő először pelikánokra fogta ezt a dolgot, hogy megzavarta egy repülő pelikán, aztán azt mondta, hogy megzavarta őt egy leesett telefon, de nem volt szerencsém, mert hogy valaki a vele párhuzamos sávon felvette ezt a tóbahajtást, és kiderült, hogy biztosítási csalást akart ő elvégezni tulajdonképpen a Bugatti Veyronra, amit 1 millió dollárért vett, viszont 2,2 millió dollárra biztosította. De okos. Tehát az keresel egy millió dolcsit. Jó. Úgy néz ki, hogy 20 évet kaphat. Tehát elég szigorúan mérik azért ezt az Egyesült Államokban, mert hogy kiderült, hogy ő már okozott egyébként balesetet direkt, és az is biztosítási csalás volt, és most a Bugatti Veyronját akarta így eltüntetni, illetve korábban megbízott már valakit, hogy lopja el tőle az autót, mert akkor is 2,2 millió dollárt kap. De ha van valami, ami olyan 600 millió forint. 1 millió dollárja, 550. Akkor most miért kezd el ilyet? Azért, mert az pont fel annyi, mint 2 millió. Hát meg hülye vagyok, tényleg. Hát nem. Egyébként igaz az. Hát hogy van, hát megveszed 1 millióért a kocsit. Hát van 1 millió dollárod, elkezdesz csalni, hogy legyen 2. Elkezdesz csalni, és visszahozod a kocsi árát, és még keresel is 1 milliót. Persze. Aha. Persze.
Plusz és a videó készült róla, és ezt feltöltötték a YouTube-ra, akkor még onnan is jött belőle egy kis lóvége. Hát, mert azért valljuk be, szinte elég sokan megnéznének egy ilyent. Mint ahogy megnéztük volna az idején, ugye, a, hogy hívják akart is, a Balaton jegére hajtó. Hammereseket is. Ezt erre rá lehet keresni, tehát ez fent van a YouTube-on is, meg egy csomó ilyen internet videó megosztó portálon ott van. Teljesen egyenesen megy, és srácok veszik őt egy vele párhuzamosan menő úton, és egyszer csak azt látod, hogy a Bugatti Veyron elkezd lemenni az autópályáról. Vagy hát így az útról tulajdonképpen nincs leállósáv, meg szalagkorlát, tehát nem autópálya. És teljesen full gázzal, úgy, ahogy van, belehajt a tóba. A srácok, akik veszik, elkezdenek üvöltözni, úristen, lassítanak, megállnak, kiszállnak, de veszik folyamatosan, és a Bugatti ez itt szépen így elkezd elsüllyedni. Mondjuk 300 milliós autódat így elsüllyedszed, azért ez egy picit picit mondjuk egy James Bond filmben simán beleférne. És hát átalakul hajóvá, és igen, na ez nem alakult át, és 20 évet kaphat emberünk. Egyébként a kérdés jó, amit mondasz, hogy azért, ha most 1 milliód már van arra, hogy ezt megvedd, akkor közben ennyire számít, hogy még visszahozzá még egyet? Mert akkor biztos, hogy van még egy az életedre, ugye? Tehát olyan 2 millió ha egy van a kocsidra, akkor igen. Akkor egy még van az életedre, most értem, hogy 1 millió dollár sok pénz, de ilyen formán. És mit mondott a pelikánokról, hogy az mi, az kinőtt az aszfaltból, és el kellett rántani a kormányt? Vagy, ugye, mert az volt, hogy azt mondta, hogy egy átrepülő pelikán megzavarta. Aztán visszanézték ezt a videót, a bíróságon kiderült, hogy nem volt átrepülő pelikán. Mennyire rossz átrepült. De mi más repült volna, hát egy pelikán, nem? Igen. Meg átment 2 rák az úton, tudod? Tehát teljesen életszerű. Utána pedig azt mondta, hogy lejtette a telefonját, és ezért vesztette el az uralmát az autó felett. Ez már nehezebb egy kicsit bizonyítani. Egyébként ez most igaz vagy nem, mert erről nincsen felvétel. Picit hitelesebb, nem? Meglátta a pelikát, annyira meglepődött, hogy lejtette a telefonját. Egyébként menet közben telefonált. Hát ez se okos. Hát csak a kezében volt. Aha, csak a kezében volt. Igen. El akarta vele hesegetni a pelikán. Egyszer megpróbálta ezt a Bugatti Veyront ellopatni, nem sikerült, lebukott a biztosító cégnél, egyszer pedig megpróbálta felgyújtatni. Hogy gyújtsák fel neki a Bugatti Veyronját, hogy ugye hát akkor is fizet neki a biztosító. Elolvastam ezt a cikket, és eszembe jutott a régi nagy hőskorszak, amikor is emberek ezrei biztosítóztatták a saját autójukat. Emlékeztek, ennek volt egy... Hát ennek egy óriási hőskora volt Magyarországon. Csak úgy, mint egyébként sok minden másnak, ennek is. Nekem volt egy nagyon kedves gyerekkori barátom, akinek volt egy ilyen Fiat motoros, fapados, ilyen kis, hogy hívják, olasz sportautója, és annak hogy nem a szélvédőjével mindig volt valami gond. De most el nem tudjátok kezdeni. Tehát soha nem egy pici kis felverődés volt, hanem mindig valahogy pókhálosan összetört a dolog, és gyorsan kicserélték. És igen. De mindig volt egy kamionos. De mindig volt egy tartalék szélvédő is bent. Ennek többféle útja módja volt, ugye egy időben ment a kamionosoktól, teherautósoktól a betétlap, rátment, neki nem emelkedett a kötelezője, belefért, vagy vettél rá lopott alkatrészeket, törve azokat te föltetted a kocsidra, leszetted az eredeti alkatrészt, föltetted a törött alkatrészt, arra még kicsit rátörtél, lebiztosítóztattad, majd a hibátlan egyébként hát teljesen sérülésmentes eredeti alkatrészeket visszatetted az autódra. Hogy tudom ezt írni? Látom, te is rengeteget olvastál erről a zsarumagazinban. Hírek gyerekek, annyi... Rohadjál meg! Most nyilvánosan megvádoltál, hogy biztosítottam az autómat. Hát csak megpróbáltam visszahozni az árát. Nem értem, nem értem, hogy miért vagy ilyen. Szóval a dolog tényleg egyébként úgy ment, hallottam. Azért, mert jól értesültél, hogy elnézzetek rám ilyen kérdésem, nem biztosítottam autót soha. Aha, nem, hát hallottad, de amikor... Nem ugye... is te, hanem a szerelő. A ítélethirdetéskor. bevitted az autódat, odaadtad ezeknek a srácoknak, akik ezt ugye nagy üzemben csinálták. De ez tényleg nem én voltam. Föltették rá ugye ugyanolyan színű bontóból szerzett törött alkatrészt, még egy kicsit rátörtek az autóra, a biztosítónál volt ember, az éppen befotózta, igen, ennyit kaptam. Befotózta, majd ugye a te hibátlan alkatrészidet visszatetted. Ez csak egy útja volt nyilván annak, hogy te hogy biztosítóztattad le az autódat. De hát ez évekig ment. Nem tudom most mi a helyzet. Hát a 90-es évek vége, a 2000-es évek eleje, ott ez gyerekek, ez... Most biztos... már nem lehet állítólag megcsinálni a dolgot, azt nem tudom egyébként, hogy küszöbili ki a biztosító, de most ami divat, az a házra való biztosítás, és akkor vihar, mert hogy az idén ugye tele volt viharkárral, és az van, hogy veszel bontott cserepet, ami törött. Aha. Bontott cserép, ami törött, megveszed. És leszeded az igazit, leszeded hasonló az igazit, mint az autónál, fölhordod a törött cserepet, lefotózod, igen. Leveszed a töröttet, visszarakod az eredetit, és felveszed a pénzt. Így van. De szerintem most már kiokosodtak, nem? Igen. Szóval, hogy azért
valahogy ők is fejlődnek, gondolom, hogy azért ezekre rájöttek. Tehát ma már azért ez a meg oda mész, és akkor egy ilyen colstokkal lemérte, hogy a két ütközés hol volt az autón, kékszínű, kékszínű, és akkor jó, utalt neked a biztosító, saját számla, nem fizetted ki, eltetted a felét. Ez ma már egy kicsit máshogy megy. Most nem? Például ugye már úgy fizetnek csak, hogyha azt hiszem, hogyha például a cserépről hozol számlát, hogy azt te megvetted. Uh-huh. Érted? Tehát kell még egy harmadik és akkor meg kell mutatni a cserepet is egyébként? Hát valószínűleg. Tehát kimegy a biztosítésem, és akkor mondja meg, nézze mennyi cserepet lerántott a ház alatt. Uh-huh. De hát magának zsing ideje van. Ja? Átfújta a másik házra, a rohadt anyát is látta. Tehát aki legalább egyszer átverte már valamilyen úton-módon a saját biztosítóját, ez lehet nyaraló, ház, tényleg kocsi, bármi. Írja már nekünk, hogy mennyi pénzt kapott, és hogy csinálta. Na ez érdekes egyébként, persze. Remélem, hogy sokan írnak. Illetve akik hivatásosan ebből éltek, azok is írhatnak nyugodtan, nem adjuk ki senkinek a telefonszámát. Én nagyon sok egy kacét megkaptam azzal, hogy megfogadom a tanácsát annak a fiatalembernek, aki egy szórakoztató elektronikai cuccokat gyártó, illetve forgalmazó cégnél dolgozott, és azt mondta nekem, hogy ha már voltam olyan okos, hogy mondjuk ilyen meghosszabbított jótállást fizettem ki a monitoromra, ami otthon van is egy elég jó minőségű monitor, akkor csináljam azt, hogy még mielőtt lejárna, véletlenül könyökkel, amikor hát megyek kifelé, mert hallom, hogy a gyerek nagyon hangos a konyhában, és akkor lökjem le könyökkel, és akkor nem volt szívem. Megmondom őszintén, hogy egyrészt nagyon jó minőségű kóreai gyártotta. Tehát küldhetnél most neked mondok neked négy embert, aki az iPhone-jával ezt csinálja, figyelj, és abból hármat te is ismersz. Igen. Garanciát vesz az iPhone-jára, és mielőtt ez lejár, és belekönyököl az iPhone-jába, visszavisz, és kap egy vadonat, tudod, hogy négy éve ezt semmi baj, semmi baj nincs, tényleg nem szigyeled magad. Monitornak, érted, és nem, egyszerűen nem volt szívem megcsinálni. Tehát, hogy így nem. De gyerekek, ezzel legalább egyszer mindenkinek élnie kell. De basszus, hát jó. De nem tudsz. Nem értél igazán, ha egyszer nem töretted össze az autódat. Ha még nem vittek el rendőrök a házadból, és nem töretted össze az autót, nem értél igazán, hidd el. Nem, tényleg. De hogy ezt tényleg sokan csinálják. Csinálták életem régebben. Az egyetlen, akinek ez nem jön be. És nem törted össze, nem csináltad meg? De hát a kollégája mondta ki, mi, hogy. Hagyjam már. De hát látszik a könyök nyoma. Hát sajnos nem tudunk fizetni. Viszont a laptopot elkopozzuk, és átadjuk horvát főtörzsnek, legyen szíves befáradni az irodába. Na nézzük akkor az SMS-eket, ki kisebb, ki nagyobb összeggel próbálta lehúzni a biztosítóját. Sokszor egyébként a biztosító fizetett. Kolontári devecseri iszap katasztrófa során egy devecseri lakos megpróbált pénzt kicsikarni azzal, hogy ő is az áldozatok egyikének álcázza magát. De miközben vödörrel odahordta a vörös iszapot a házhoz, körbekente azt, nem vette figyelembe, hogy körülötte semmelyik házat nem érintette a vörös iszap. Gondold el, Szotyi küldte nekünk, érdekes SMS-ek vannak. Egyik ismerősöm apja a kazánházukat gyújtotta fel egyszer, aztán még egyszer. És ha már olyan jól sikerült mindkettő, akkor a kocsmájukkal is megcsinálta. Nem derül ki, nyilván utalta biztosító, igen. Nekem még fiatalabb koromban volt ez az eset, kiégett a számítógépem, és rá két napra volt egy hatalmas vihar. A biztosítónak azt mondtam, hogy a villám belecsapott a házba, és így történt a baleset. A biztosító meg se vizsgálta az esetet, azonnal kifizették a gép árát, ami 100 000 forint volt akkoriban. Uh-huh. És azóta is ketyeg az új gép, amit abból vettem. Na. De szép hülye egyébként. Meg mindenhova feszültségvédett hosszabbítókat vettem. Beteg vagy. Voltak, és a biztosító se fizet. Még a telefonot sem mered összetörni. Elaludtam vezetés közben, árok lett belőle, majd azt mondtam, hogy ő ugrott elém, erre elvitték a kocsimat szerelőhöz, majd mondták, hogy ütköztem-e vaddal. Erre persze mondtam, hogy igen. Mire jött a kárszakértő megnézni a nyomokat, erre elmentem a vadász barátomhoz, a falán lévő őzből kitéptem a szőrt, majd rákentem a törött kocsi. Rákentem a törött kocsi elejére. Fizettek. Hát. Írja Cooper, de szép. 1987 Dózsa György úti Warburg Service kárrendezés. Komálos volt ott mindenki, egy szakadt 353-as Warburgot 7 alkalommal törtem egy év alatt. Abból tudtam venni majdnem egy új Golfot. Régi szép idők, írja Gábor. Régi szép idő. A legjobb az egész. Ez a régi szép idő. Kár, hogy a régi szép időkben már nem maradt semmi, mondja a reklám is. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Kinek gyerekek, Depes Mód itt a Morning Show-ban a Klasszon. Hát mennyire örülünk az ilyen klasszikus, régi,
generációs élményt nyújtó zenéknek, nem? Mert jó, biztos a fiataloknak, és azért is játszunk olyanokat, hogy legyen MKO, meg TVKO, meg MMFKO, meg... MMFKO. Tegnap a Csabinában, ami MKO, MKOLO, meg ilyen zenekar neveket látok, hogy egyszer rájövök, hogy kezdek baromira öreg lenni, és megörülök egy Depes módnak, és mint régen apám a Kadlott Karcsira, én a Depes módra érted, itt rázom, hogy úristen, de jó. De legalább ez egy minőségi ugrás, úgy érzem, és ezzel nem akarom megbántani a Karcsit, hiszen én jó, hát tisztelem az ő munkásságát, hisz hallgattam én is eleget gyomlálás közben kint a kertben. Hidd el, ezért apám jó voltából. Generációk nőttek úgy fel, hogy a szülők zenéjét kellett hallgatni, nem? Hát ezt tényleg gondolkozza nem mindenki. Hogy ott te meg örülj azért, mert reked rakabili volt a faterod. Várjál, mondom, Kadlott Karcsi, ha megunta, akkor azt mondta, jó étvágyat az ebédhez, addig bizottság. Na, nem már, hogy bizottságot és Kadlott Karcsit hallgat. Színes palettán mozgott az öregkel. És imádom, ugye, és ő ott ültünk az ebédnél, és berakta a bizottságot. És egy régi nagy beak hangfalakon, brutális high-tech technikát, sőt, hogy elektroműszerész. Kanalásztátok a borsolevest, hogy szerelem. Megint izzad a tenyén, és ültem a tesómmal a kis rövid nadrágomban, az előbb bilire vágott hajammal, érted, és nem értettem, hogy mi ez a zene. És mondta a tesóm, hogy menjünk üveggolyózni, és mondtam, hogy jó, menjünk, csak ne kelljen ezt hallgatni. És akkor jó kedvük volt, akkor meg 3+2, még a híd alatt a híd alatt, hát, volt minden. Tehát, nálunk ha jó kedve volt a pápnak, hanem akkor is mindig ez volt, hogy hey, törigó részegeslő, elhittük a zabárat. Figyelj, hát... Nálam korvátista volt az Isten. Nekünk úgy kellett felnőni, hogy a szülők zenéjét hallgattuk. Ez erről szólt, nem? A szülő zenei ízlése, nem azt mondom, hogy határozta meg a te ízlésedet, te egész egyszerűen nem tudtál hova menekülni, nem volt még saját lakásod, nem mentél el, bementél a szobába, de hát ők hallgattak ugye zenét, és akkor feltették a vagy bizottság. Vagy felhangosították, hogy te ne halld a mellékzőreket. Figyelj, este tízkor nem szólt bizottság. Mondom, milyen zenéket kellett nekem még hallgatni. Hallgatott például Ten Years After-t, imádta. Tehát az nem értettem, hogy mi csak mindenkit visongott, közben aztán 3+2-t, aztán bizottságot, néha berakott egy kis Pink Floydot. Kicsit csapongott az öreg. Igen, de mindenből csak a jó. Igen. De nem mondta, hogy nem széles. Sok műfajt, de mindig a műfaj legjobbjait vonultatta fel. Hány hallgatónak van meg az az élmény, hogy otthon kis üveggolyózás közben kis nadrágban, bubira vágott frizurával ül, és hallgatja a szülő zenét. Egy magnó volt, nem hallgattál a saját szobába külön zenét. Egy magnó volt, két kazettás, egy kazettás, hallgattad, amit ők hallgatnak gyerekként. Mindent értek, hogy ilyen vagy. Mindent. Érted? Hát most csodálkoztok, hogy ez lett belőlem. Kombiné, 3+2 híd alatt. Úristen, mi volt az a szomorú szám, hogy majd elmegyek én, és a falumból, ha visszajövök, az lehet, hogy nem kicsin három... Kicsin falum, ott születtem én. Kicsin falum, ott születtem én. Nincs a lámpa, fény, jó. És tonna? Mi is hallgattuk. És ültem, és tudtam, hogy 8 éves vagyok, és nem értettem, hogy miért kell nekem a szomorúnak lenni, de szomorú vagyok, mert ez a dal szomorú, érted? És egyébként együtt volt vasárnap a család, érted? És minden kicsin falum, és nem értettem. Mi a címe? Mi a címe ennek a dalnak? Hát ez esetben belehallgatunk. De ne hallgassuk, mert meg is szomorú leszel. Mi ez? Kicsiny falum, ott születtem. Én, nincs ott lámpa, nincs ott gyertyafény. Anyám, és az a vége, hogy anyám, mondj el értem egy imád. Anyám, mondj el értem egy imád. Tényleg ez volt. Figyelj, mutatom. Vasárnapi ebéd 10 éves Bazsiéknál. Jó? 11 éves Tamáséknál. Kicsiny falum, ott születtem én. Edd arántott húst, Balázs. Látod, állunk, van világítás. Halkítsd le a rádiót, mert a gyerekek nem tudnak enni. Az Jubis, hogy kinek csinálta aját nekem? Hadd is zavárom. Könyvet teszek a hónod alá, ha nem tanulsz meg rendesen enni. Hogy fogod azt a villát? Egy falat kenyér, egy falat petrezselyemes krumpli. Gyerekek, nem mondjátok, hogy csak nálunk szólt. Nálatok mi szólt? Tessék, nálatok mi volt? Milyen egy ebéd Janiéknál? 1900, mikor 70-es vagy? 1978-at írunk. 8 éves vagy, tessék, milyen zene szólt? 10 éves vagy, mondj valamit, amit még megtalálok. 8 éves ellen? 10 évesen, amit apád szeretett, és be tudom rakni. Horváth Pista, bármit megtalálsz, Horváth Pista. Ennyi, így van, így van. Horváth Pista, gyakorlatilag tőle bármit. Horváth Pista, azt mondja, hogy Horváth Pista. Kattints rá. Bocsássa meg nekem a világ. Legyél bátor, dob be. 1977. Janiéknál ebéd. Hol ebédeltetek helyileg? Az asztalnál. Meg fogsz lepődni, székeken ültünk egy asztalnál. Lőrinc, új szász. Figyelj, 78, nem, 78, persze, Lőrinc, Nagybecskerek utca, albérlet. Tegye meg nekem az én közönségem, hogy ebben a dalban az én lelkem
szívem is benne van. Jani! Úgy, de jó! Na, megint! Megint! Meg, nekem a világ, szeretem a hegedű szobát. Megint szandálba és zokniba ültél le ebédelni. Megmondtam, százszor bebüdösödik a lábad. Vedd le a zoknit. Most meg a kezedet, Janika! A másikat is! És ez ment. És utána kimentünk az udvarra, és vittük magunkkal a magnót. És a szomszédok is együtt örültek velünk. Ilyen jól telik a vasárnap délután. Nem jöttek át egy sörre? Igen. Mikor születtél? Te is 70-es vagy. 70 nálunk, apám az volt a kedvenc dala, az egy Dunaparti csónakházban. Ez ki? Ki ő? Fogalmam nincs, ki énekelte. Mindenki elénekelte. Vasárnap ott ütél a kis rakott krumplidra. Igen, és ez az elvágyódás volt, érted, a Porosúj kígyósból. Hát hol volt nekünk Dunánk, meg csónakházunk? Sehol. Jó, Dunaparti csónakház. Oké, figyelj. Azt mondja, hogy egy Dunaparti csónakházban, 1952. Bizony. Jó, 1980-at írunk, ti hol ebédeltetek? Volt konyhátok? Dehogy most, semmi a disznóhát. Miért mondod, volt nyári konyha? Ja, tényleg a kiskonyhába hátul. Kiskonyhába hátul, de ott voltak mellettünk a jószágok is. Már aki túlélte. Na, oké, tehát 1980-ban vagyunk, Ferike 10 éves, vasárnapi ebéd van, ott ülsz 10 évesen. Ott! Nem állsz! Ez ma legnyomasztó. Hallod? Micsoda kórus, és ez vidám! Fogadj, hogy apák pár tag volt. A Dunaparti csónakházban! Nagy a jó kedv, érted? Nálunk pozitív volt az egész vasárnapi ebéd. Feri! Vége az ebédnek, edd meg azt a kanál vitakolánt, abban van a vitamin. Nálunk nem lehetett beszélgetni ebédkor. Vágjuk le egy disznót! Ma is! Dunaparti csónakházban. Gyerekek, az én apám, komolyan mondom, a Pink Floyd-dal, meg még a bizottsággal. Szélhalló. Egyébként hozzátok képest, bármi, ami egy követ fújtunk. És most Lenny Kravitzet hallgatsz. Látod, milyen messze esett az almafáj? Atyaisten, atyaisten, nekünk még ez is volt. Figyeld, mutatom. Csak mondom. Közben minden hallgató írja meg nekünk, jó, hogy mit kellett szülőként hallgatni. Jó, mert nálunk ez is volt, figyeld, megőrülsz. Ez a korai időkben én itt még nagyon fiatal voltam. Figyelj. Hátos úr, ja. Végig megyek rajtad én. Balázs, szállj ki a fürdőkádból. Hajmosás, körömvágás. Gyerekek, hogy lettünk mi ilyen normális generáció viszonyban? Hát, nehéz. És a mi gyerekeink hogy lesznek normálisak, ha mi ilyen zenéket hallgatunk, amit ők egyáltalán nem akarnak otthon mondjuk hallgatni? Nem? Vagy a mi gyerekeink is köztünk kisebb a szakadék zeneileg? Mert én például Gánzt hallgatok, a Benny imádja, aha, és mondja, hogy a My Michelle, vagy a Mr. Brownstone, vagy a Paradise City, és ülünk a kocsiba, és bömböl a Gánz. Tehát nincs akkora szakadék. Nem hallgatsz Akácos utat, nem? De igen. Jó, vagy a kivétel. Én szeretem. Igen. Igen, te igen, te igen. Ugye, nincs akkora szakadék, hát, nem? Hát én, mert a te apád egy a multikulturális fazon volt, tehát hogy ezért nála elég széles palettáról volt merítve a zené kínálat, ellenben nálunk. De mi legalább tudtuk, hogy merre nem menjünk. Ja, ugye? Így van, előttünk ott volt az a példa, hát láttuk, eleget hallottunk, jól laktunk vele, köszönjük, egy életre elég volt. Ugye sose felejtem el, vasárnap nem múlt el úgy ebéd, hogy Cigány György ne kérdezzen, az megvan? Hát persze. Tehát játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez Cigány György úgy, hogy te nem értetted, hogy 10 évesen nem értetted, hogy van olyan ember, aki betelefonál válaszol egy ilyen műsorban. Nagy bajom, József, négy nyugdíjas. Nyugdíjas, és gyerekek, lejátszottak ilyen, és azt is bemondta, hogy Wagner 7., 8. Rimszkij-Korszakov korai időszakából hallottunk egy részlet. És álltál ott a konyhádban, a kis rövidgatyában, érezted a palacsinta illatát, vártad, hogy belekerüljön a töltelék közben. Dapád beleordibált időnként. Nürnbergi mesterdallomok! És de telefonált, nem volt telefon, az helyszíni játék volt, mindig valahova oda kellett menni. Há, vagy oda mentek, igen, ugye? A nem, te csak hallott, hogy aki válaszol, igen, mit tudom, egy kis illóka. Lohengrin, Lohengrin, te gyökér! És gyerekek, és egyszerűen tudták. Na csak mutatom, figyelj, ja, mit hallottál vasárnap? Mindenki konyhájába 1985 mondjuk, a mi generáción kisnadrágban várja, hogy elkészüljön a húsleves és a túros palacsinta. Anyád, aki egy művelt asszony, közben ezt hallgatja. Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Hát nem mondjátok.
Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, Csepkovics József, Lakatos. Sose tudjuk meg, ki válaszol. De mindig így, volt valaki. És azt mondtad, hogy jó, akkor bemegyek, inkább játszom a katonáimmal. Nem? És az volt, hogy nem volt, legtöbb esetben nem volt flott utána a névnek a bemondása, hanem mindig egy kis szünet, kis lámpaláz, kis mikrofonláz. Aki válaszol... Igen. Na, mondja már. Igen, tényleg. Mondjad már. Ja. Igen, ez gyerekek, ez a 60-as 70-es évektől ment ez a műsor, tehát hogy ez meg nem is voltunk, ha gondolat se voltál még, te se, és már a szüleink, nagyszüleink már, aki kérdez Cigány György, hát ez nekik egy nagy klasszikus, ma ezt egy 20 évesnek ilyen nyálmodó, nyilván nem tudja, és nem is kell tudnia. Tehát te tényleg erre álltál ácsingózva a túros palacsinta után, kis zokriban, szandában, rövid gatyában, hát a konyhádban, és vártad, hogy kész legyen a vasárnapi ebéd? Hát mi is többet hallgatok a déli muzsikaszót, mint mondjuk a Szabad Európát, az is biztos. Igen, akkor ezt nekem. Nálunk nem lehet a formi. Jaj, de szeretem. Jaj, Istenem. Szóval visszatérve a Depeche Mode-ra. Ezért van az egyébként. Például a legutóbb, amikor voltunk egy ilyen vendéglőbe, és azt hallottam, hogy a teraszon megszólal egy hegedű, már rögtön oldalasztam lefelé a pizza helységbe, mert hogy tényleg, őszintén mondom nektek, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt meghallom, hogy csend, és beszáll a banda. Elmegyek onnan, elköltözök, ugyanígy vonatraszállok. Mikor bementem egy étterembe a Vikivel, és nagyon helyes cigány zenészek, de ahogy kell, tudod, Isten igazából húzták, már láttam, ahogy meglátnak, ülünk ott a kis vaníliasodónk felett, meglát, tudod, a vezető, és az oda jön, asztalhoz áll, tudod, fészkelőd, zavarba, vagy keresel egy 500-as, nem tudod mit csinál, és fél óráig nem mennek el. Mondtam, Viki, éhesek, maradunk. Vagy elővettél egy 20-as. Homlokra, pihenjetek, srác. Nekünk ezt most ne. Én se tudom ezt valahogy kezelni. És hát szenzációs SMS-ek a hallgatóinktól. Kétféleképpen zajlik a dolog, néhányat beolvasok, néhányat pedig be is játszunk, mert hát nagyon-nagyon sok van. Valaki például hát a zárajékat írja, ezt nagyon sokan elküldték, hogy ugye van a csicsat, és van a másik, ami nagyon jó volt a zárajéktól, a homokóra. Jézus Mária, maga az elmúlás. Többször úgy érzem. Atya úristen. Azért, atya, de a csit csak most maradt csendben, az jó volt, mert az vidám volt. Az jó volt, de a homokóra, csak perek. Sok hallgatónk írta. Nagyon sok hallgatónk elküldte, gyerekek, nem hiszitek el, apám Bad Boys Blue-t hallgatott, a hidegrázott tőle. Mutatom, hogy akkor mit hallgatott. Hallgatónál vagyunk, jó? 1900 mennyi? 88... 90-92, ja. Mikor volt a Bad Boys Blue? Döbbenet. Rám ne nézd. Nálunk se hallgatták. Drága hallgató, ott vagyunk a te lakásoddal, a te konyhádban, vasárnapi ebéd, töltött káposzta, húsleves, apád pedig azt mondja, anyjuk, ja, nem így beszél. Ja, igen. Hát az én nagyfaterom volt, elnézést. Berakok valamit, Jani. A Mambo Magnum lett a Bad Boo-boot. Igen. Rám nézem. A húsleves fiam. Apád egy üveg kőbányaival táncol. Igen. A linoleumon. Leönti a nagymama szemüvegét. Nagyi nem érti. Üldögél, és azt mondja, hová tart ez a világ. Jó. Nagyon sok helyen hallgattak 3+2-t például. Konyha, ebéd. Kombiné. Hát a legnagyobb. Hát nem, akkor ott vagyunk a hallgatóink konyhájában. 3+2. Ez is mikor? 90-es évek eleje, ugye? Hát az nem. 80-as évek. Igen, 80-as évek vége. Anyát szól. Gyertek ki a szobából, kézmosás, így, kész az ebéd. Apátok be akarok nem valami, gyertek inkább a szobából, nem megfogáltam. Józsi, a gyerekek már az asztalnál ülnek, ülj már te is az asztalhoz. Mindjárt. Jó, de ezt még berakom. Aha. Igen? Repék is van, nem lesz baj, majd a paplom betakol, majd a paplom mindent eltakol. És volt benne némi erotika, és te gyerekként érezted, hogy a paplan eltakar, a híd alatt, Margit híd, csipkésbugyi, tetszett is a dolog, még nem is értetted, de tudtad, hogy miről szól, ugye? Na. Tudtad, hogy miről szól. Igen. Hát ez volt az erotika, ami miatt majdnem bemelegettem. Érted? Eszembe jutottak a kis pocakos, fehéringes, nyakkendős, fekete, szűköltönyös, hízadó, homlokú, szemüveges bácsik, ahogy ott kerülgetik egy esküvőn a nénikát. Igen. Gyerekek, hogy mi mit hallgattunk? Elmondom nektek, nem zenét. Hajóvonták, találkozás a tilos. Valaki mondja már meg, hogy az mi a fenét jelent, hogy hajóvonták, találkozás a tilos. Ez ugye, amikor kevés víz van a mederben, akkor nem mehet el egymás mellett, mert akkor kisodródik a szélére, hanem
megy, először elmegy az egyik, megvárja, majd elmegy a másik, hogy mind a kettő középen maradjon. Maradjon! Mi? Tessék! Menjél! Na de várjál, ebben nem is az a megdöbbentő, nem is az volt a megdöbbentő, hanem miért kellett 10 millió magyar embernek ezt meghallgatni a Kossuthon, hogy nem találkozhatnak a jó vonták? Érted? És te ezt nem értetted gyerekként, hogy kit érdekel? Vasárnap minden magyar konyhába szólt szerintem. Mindenki vízállás jelentést. Hallgatok mindenki. Sercegő rántott hús, vízállás jelentés. Így van. Padlott karcsi. Ennyi gyerekek. Déli muzsika szó. Ennyi. Na jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát szerintem ez mindenkiben érzékeny hurokat pendített, ugye, az ő gyermekkora. És elnézést, hogy megríkattunk benneteket így korán reggel. És hát szüleink fénykora. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Lottonyertesekről beszélgettünk mi tegnap, ugye? És ígértük, hogy megpróbálunk szerezni lottonyertest. Jelentkezett egy család, akik egy olyan család mellett laktak, akik harasztin nyertek 1,6 milliárd forintot. És állítólag elmesélte a Julinak egy hallgatónk tök komolyan, hogy 40 milliót vitt egy Tesco szatyorba Jaguárt venni. Papucsban, trikóban és rövidgatyában. És ez igaz ez a történet, majdnem kidobták. Már nincs pénzük. Nincs pénzük. És hogy kevesebbik van, mint amivel elkezdték. Állítólag a pasi a nagybeni piacon dolgozott, ahol az ismerősei 3-400 milliót lehúztak róla. Ezt gondold el. A targoncás fiúknak is adott körülbelül 100 befektetési céllal, vettek ők is autót, megjelent a rokonság, nagy lett a viszály, és mindenük elúszott. Ugyanabban a házban laknak, mint ahol egyébként laktak, mielőtt nyertek volna. Döbbenetes történetek szerintem. Én ezért mondom, hogy 10-ből 8-szor egyébként sokszor ez a fejlődés története egy ilyen lottó nyertesnek, ha csak nem valaki nagyon racionális alapon működik. És annak is ez az oka, hogy eltűnik a lottó nyertes, hogy elköltözik, hogy nem lehet róla többet hallani, mert valószínűleg fél ezektől a következményektől, az ilyen jellegűektől, hogy elkezdik majd nyomasztani, oda mennek, kölcsönkérnek, majd addig nyomasztják tényleg, amíg oda jönnek nekik azt az 5-10-100 millió forintot, mint ahogy ebben az esetben is volt, és aztán végig nem marad belőle semmi. Mert hirtelen nagyon sok barát megjelent. Hát ezért nehéz, ugye? Igen. Na, és jelentkezett egy hallgatónk, aki beszél, képzeljétek el, ami ritka. Én nem tudom, hogy rádió műsorban volt-e... Másfél éves. Igen. Nem tudom, hogy rádió műsorban volt-e valaha, vagy tévéműsorban, vagy bárhol olyan ember, aki ekkora pénzt nyert, és kiállt a nyilvánosság elé, nyilván nem az igazi nevét mondja, nyilván nem a valódi helyet, ahol lakik, de tulajdonképpen a történet szempontjából mindegy is. Nem? Teljesen. Hogy most hogy hívják. Mennyit nyert? Majd ő elmondja. Érdekes a történet. Tegnap beszéltem a Julival hosszan, és nagyon-nagyon szép történet az övé. Jó reggel. Jó reggelt! Sokat gondolkoztál azon, hogy beszéljél-e, vagy merjél-e beszélni, vagy annyira régen történt, hogy már azért ettől nem kell félnetek? Nem, igazából mindig hallgatlak benneteket, és tudom, hogy többször téma volt, amikor éppen nagyobb nyeremény, vagy nagyobb összeg volt kilátásban a lottón, és ez mindig téma akkor nálatok, és már itt többször megfordult a fejemben, hogy hát, ha tudnék segíteni egy-két kérdésre. Na, hát kezdjük a történetet a legelején. Annyira örülök, hogy beszélsz, ez nagyon jó. Hát igazából majd meglátjuk. Jó, mikor történt, megközelítőleg 1 éve, 5 éve, nem kell pontosan megmondani. Több éve. Több. Aha. Mindenkit nyilván az érdekli a legjobb, hogy mekkora volt az összeg, amit nyertek. Engem nem, hogy vagytok? Hazudik, látom a szemén. Hát a történeteket hallottam az előbb, és körülbelül annyit, amennyit az úr nyert, aki a Tesco szatyorral ment Jaguárt vásárolni. Tehát mondjuk, hogy durván 1,5 milliárd forint. Plusz-minusz 2-300, hogy ne lehessen beazonosítani. Így van. Hogy történt maga az esemény, amikor rájöttetek, hogy nyertetek? Ez egy állandó játékszenvedélynek köszöntetek, vagy egyszer csak valaki kapott egy ihletet, hogy most kell egyet tölteni? Így van. Na, nem szoktunk lottozni egyébként. Akkor egyszer vett a férjem egy nagyobb összegért. Az utolsó fillérjeinken tulajdonképpen én nem is tudtam, hogy ő vett lottót. Csak láttam este, hogy ő a konyhába lottószámokat nézeget is ellenőrizget, tehát akkor már kihúzták a nyereményt. Ez egy vasárnapi napra. Na várjál, csak bocsánat, hogy volt egy fontos mondat, hogy az utolsó pénzéből, tehát volt egy anyagi kiszolgáltatottság, mint egy utolsó lehetőségként bement, és azt mondta, hogy vagy most, vagy soha végünk van. Most vagy soha. Jézus Mária. Nagyon hollywoodi.
Atya ez szó szerint így volt, én nem is tudtam róla. Anyagilag nehéz hogy, helyzetben voltatok? Vagy kiszolgáltatottatok? Igen, igazából ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon ment ez a körbeszámlázás, senki nem fizetett senkinek. Építkezés. Így van. És hát mindenki nagyon nagy anyagi nehézsége közepette, nem tudták már az embereket fizetni. Ez egy ilyen helyzet volt, amikor azt mondta, hogy most vagy semmit. Ezt az utolsó filléren. És vasárnapi napra esett a húzás valamilyen ünnep miatt, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ő a konyhában ellenőrizte, tehát több szelvényről volt szó. Azt is mondhatom, hogy gépilottó, tehát csak gépilottó volt, és hát ő észrevette, hát már az utolsó előtti, nem tudom, már végén járt az ellenőrzésnek, hogy 5 szám ugye stimmel, vonalzó alá, biztos, hogy egy sor, nem nézte se alá, se fölé, kihívott engem, én is láttam, tényleg. Na most az ember ilyenkor ilyen a mámor álom és a valóság között lebeg, hihetetlen az egész, megnéztük 5-6-szor tényleg stimmel. Tehát az egyeztetem nem hiszem el, egyeztetem nem hiszem el, megint egyeztetem, hát igen, elhiszem, 6-szor egyeztetem. Nézd meg még egyszer, nézd meg előről, hát oké, vonalzó, tényleg stimmel. Na és akkor egész éjjel nem aludt, nem alszik az ember ilyenkor, beszélget. Ez tényleg így van-e? Tényleg valóság? Szóljunk le anyárnak, ne. Kinek szóljunk? Nem. És hát innentől elkezdődik igazából. Tehát mi akkor nyugodtunk meg, én azt is megmerem mondani őszintén, amikor a számlára került. Mit történik, hogy te bemész és látod az egész összeget leterítve egy abroszra, most nyilván hülyeséget kérdezek, vagy bemész van egy kapcsolattartó, és azt mondják, hogy nevezd meg 5 bankszámlát, mi ezt kiutaljuk. Nem, soha nem lát egybe az ember semmilyen pénzt egyébként. Mi hétfői nap, mert szerettük volna tudni, hogy ez valós-e, vagy majd valaki szól, hogy elnézést, de mégsem ez az a szelvény. Megnéztük a teletexten, tényleg volt ötös, és egy darab. Gondolom a lélektan, hogy nem akarod elhinni, és inkább távol tartod magad az eseményektől, mint hogy csalódnod kelljen, nem? Hát a szám stimmelt, teletexten kiírták, hogy igen, van egy darab. Hát akkor nagyon úgy néz ki. Hétfőn telefonáltunk, ugye felhívja az ember a nagy nyereményekhez tartozó telefonszámot, ott igazából beazonosítják a szelvényt, már telefonon keresztül. És ők megerősítettek, minden, hogy igaz. Így van, van minden lottószelvén alján egy kód, a fölött egy hosszú sorszám, és... Jó, és, hát az már egy technikai rész. Mi történik ilyenkor? Az ember elkezd fejben költekezni, azonnal nem kezd el, vagy elkölt egy kicsit, visszaveszi, vesz fejben egy házat, nem vesz, el is adja gyorsan, látja a gyerekeket már magániskolában, és az anyósát nem tudom, egy világkörüli úton, aztán hirtelen nem lát semmit, és azt mondja, hogy jaj, évekig ne nyúljunk hozzá. Hát ez egy óriási teher ugyanakkor, azt gondolom. Így van, teher is. Így van, ez szó szerint teher is. Mit csináltatok, amikor megérkezett a 1,5 milliárd a bankszámlátokra? Volt egy kocintás, hátradőltetek? Elszívott a félred egy szivar? Hát igen, nyilván ilyenkor az ember ház, új ház, nagyobb ház, jobb autó, de igazából a mai napig szerényen élünk, tehát azért mondhatom, és azért is szólt, vagy hát próbáltam veletek beszélni, hogy azért másik oldal is van, aki racionálisan gondolkodik, és nem hülyeségekre költi, és szépen meg lehet ebből éldegélni. Na de várjál, nem volt soha, nincs egy soha egy kósza gondolat, hogy vegyünk egy hajót. De volt, nincs egy kósza gondolat, hogy vegyünk neked egy gyűrűt, hogy nincs egy gondolat, hogy tetszik ez a ház, ne törődj vele, mennyi, vegyük meg. Tehát, és akkor utána mindig lebeszéli az egyik fél a másikat? Igazából otthon is kompromisszumot kell kötni nagyon sok mindenben. A férjem is imádja az angol autókat. Vett magának egyet? Hát volt több is. Na, jól van, szóval azért használjátok. Aha. Hát már, tehát lecseng. Igaz ez, hogy minden csoda 3 napig tart, és utána az ember megpróbál lehiggadni, és épp észre végig gondolni, és hogy mit szeretne, mire is kell még ez az összeg. Gyerekek vannak, jövő van, tervek vannak, tehát nem budai villába mentünk lakni, ami 500 millió, nem vettünk hajót,
mert felesleges. Tehát tényleg nagyon hamar el lehet szólni, ez tény és való. Könnyen jön, könnyen megy. Mekkorák a gyerekek? Van egy tínédzser korú, 17. Ő tudja, hogy ti milliárdosak vagytok? Tudják, de nem foglalkoznak vele, nem úgy élnek. Tehát azt az értékrendet megpróbáltatok megtartani. Így van, szerények, nem kapnak meg mindent, meg kell érte dolgozni háztartásban. Tehát abszolút hétköznapi életet élünk, úgy, mint más, csak mondjuk én megkaphattam azt, hogy itthon lehetek, mint anya, és 100%-ban a családommal lehetek, és van idő mindenre, és nem kell rohanni, és nyugalom van, és az ember tud magának egy állandó, de jó kis életszínvonalat. Rokonok, tartani. Barátok, felbukkanó ismerősök, akik meghallották, hogy ki, de ezeket hogy kezeli? Volt ilyen? Hogy kezeltétek? Nagyon nehéz. Ez nem csak a barátokra, ismerősökre, ez a bankokra ugyanúgy vonatkozik. Tehát mindenki, onnantól, hogy a számlára kerül a pénz, mindenki, hogyne. Vegyél ezt, ilyen portfólió, olyan alap, ilyen üzlet, olyan üzlet. Volt olyan, akinek azt mondtátok, hogy nem, most nem bankra gondolok, mert az nem egy személyes dolog, rokon, család, akinek azt mondtátok, hogy figyelj, nem adunk. Hogyne. Hát családban nem. Családban így van, a mai napig, ahol tudunk, természetesen segítünk, családban természetesen, de barátoknak, ismerősöknek nem, soha. Egyetlen egyszer adtunk kölcsön. Nagyon nehezen kaptuk vissza, és akkor mondtuk, hogy soha többet. Tudni kell nemet mondani, ez az igazság. Legyen belőle harag, bármi, de nem. Figyelj, és a kertész, a sofőr és a szakács tudják, hogy milliómosok vagytok? Nincs. Tehát teljesen hétköznapi az élet, hétköznapi az életszínvonal, hétköznapi a házmérete, hétköznapi az autó, tehát semmi olyan dolog nincs, ami kicsit azt mutatná, hogy fényűzőben éltek? Hát szerintem nincs, tehát a házunk nagy. Mondhatom azt, hogy van konditerem és van medence. Aha, de nem szórjuk úgy a pénzt, tehát ősztől tavaszig üres a medencénk. Tehát például nem fizetünk ki 300 000 forintot azért, hogy télen majd egy hónapban egyszer valaki belemenjen a medencébe. Tehát akkor szolárendszer. Tehát az észszerűség az mindig inkább fontosabb, mint maga a pénzkeltés. Így van, viszont megtehetem azt, hogy minőségi ételeket tegyek az asztalra. Tehát, hogy észszerűen az én sütöm a kenyeret, és mondjuk megtehetem azt, hogy nem 100 forintos lisztből sütöm, hanem mondjuk mit ad maga a pénz, azt meg lehet fogalmazni, hogy akinek nincs, az azt gondolja boldogságot. Akinek van, azt mondja nem elég, és még boldogtalanabb lesz. Tehát te, akinek nem volt, és aztán lett, és a tönk széléről megmenekülve lettetek milliárdosok. Azon kívül, hogy van egy biztonságérzet, valódi boldogságérzetet ad, vagy lehet rajta boldogságot venni, nem tudom, hogy érted-e, hogy mit kérdezek. Hát hogy nagyon sokan soha nem fogják megtapasztalni, viszont akinek van, azt mondja, a gyerekek sose elég semmi. Boldogabb vagy te, hogy több pénzed van? Hogyne. Tehát nem engem azt tesz boldoggá, hogy tudom azt, hogy a gyerekeimnek esetleg megtehetem, hogy majd, ha odaér, akkor egy jó egyetem, egy lakás, egy bár akármi. Tudok neki segíteni. Nyilván neki is le kell tenni majd az asztalra sok mindent. Buta kamasz nem szeretnék, buta gazdag kamasz nem szeretnék, aki 50 milliós autóval rohangál az utcákon, tehát nem. Ez boldoggá tesz, és inkább nyugalom van. Tehát nyugodtság van. Segíteni ebből a pénzből, adakozni ebből a pénzből, és akkor megindul egy ilyen körforgás, hogy az ember kapja, és az elindul a visszaadás? Így van. Mi kell is. Mi is szoktunk, tehát persze. Szoktunk. Csak kicsi kötözködés ezzel a kellel, ez egy érdekes dolog, hogy miért kell? Azért, mert te nyertél? Nem, de olyanok is vagyunk. Tehát vannak családok, akiket évek óta segítünk, Mikulás csomagok, karácsonykor, Máltai szeretett szolgálat. Tehát szoktunk. Én úgy érzem, hogy ezért... És a párod ugyanúgy dolgozik, tehát ő is megmaradt a munkájánál, ugyanazt csinálja? Itthon vagyunk. Igazából van a ház körül munka,
van hát nem időnk kell egymásra, bemenni dolgozni, nem mentek jövünk, dolgozni. Megyünk, hát nem a boldogságot a veszed meg, hanem a boldogsághoz vezető utat, ha okosan használsz. Így van, egy nyugalmat, amit mondtam, hogy igazából aki ezt okosan kezeli, és felnő esetleg ehhez az összeghez, vagy ehhez a helyzethez, lehiggadt, persze egy kicsit van tombolás, meg voltak viták, ugye, mert azért nehéz, hogy elköltözöl, hova költözöl, én ilyen házat szeretnék, te olyat, én ilyen autót szeretnék, te olyat, én szeretnék venni egy... Tehát ilyen aprós, ilyenek voltak, de minden csoda 3 napig tart, tehát nem kell 600 darab 900 ezer forintos táska, nincs 2 millió forintos tévénk, hát semmi az ég világon olyan. És bent van a bankban és a kamatokból éltek, vagy befektettétek, vállalkoztok és 600 dolog van. Egyszerre hallva ezt egyébként nyilván inkább az előző. Igen. Uh-huh. Nem vállalkoztunk, megmondom őszintén, mert felesleges. Tehát a nyakunkba venni egy plusz idegességet, egy... Tehát felesleges, mert tényleg, hogyha az ember úgy osztja be, úgy él, akkor simán, tényleg olyan szépen lehet. Tehát nyugodtan a csekkek ki vannak fizetve, meleg van, étel van, nyugalom van. Tehát ugyanúgy, mint egy más átlagos család, csak mi nem rohangálunk. Hát nyilván egyfajta biztonságérzettel, ami mások azért nem adatik meg, mert nyilván nem ennyi pénz van a bankszámláján. Így van. Na most ami luxus, hogy a gyerekek jó iskolába járnak, nyilván ez nem 2 forint, de most mire költjük? Hát kérdés, hogy luxus vagy befektetés, ez megítélés kérdés. Így van, befektetés igazából. Persze. Meg arra nem is szabad sajnálni, tehát azért az egy jó dolog, az ember megteheti. Tehát ha nekem azt mondja majd a gyerekem 10 év múlva, hogy teszem azt, Londonba szeretne iskolába járni, akkor én tudom támogatni, és szeretném is támogatni, és ez nekem egy megnyugvás. Érdekes történet, nagyon örülök, hogy beszéltünk. Jó ezt hallani, az ember leginkább negatív dolgokat hall, de hát ti vagytok így azon. Így van, biztos, hogy abból van a több. Kevés. Én ezt tudom és aláírom. Minden jövő pénz könnyen megy, könnyen mondja az ember, hogy sőt, hát 400 milliót, 3, simán el lehet egy nap alatt. Tik-pak. Úgyhogy én így vagyok. Köszönjük, hogy elmondtad be, nagyon érdekes történet volt. Jó volt egy ilyet hallani egyszer, tényleg végre egy kicsit ez itt test közelbe került, nem hallunk ilyet azért sűrűn, hogy valaki egyszer csak így nagyon szívesen milliárdos lesz a semmiből. Köszönjük szépen, Bea. Nagyon szívesen. Ciao. Hello, köszönjük. Érdekes volt, köszi, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt